Márai Sándor, ima. Mint hogy az emberek a napokban nem tudnak válaszolni, az Istennel beszéltem. Azt mondtam, mindenható Isten, irgalmaz nekik, és könyörül rajtuk. A nagy templomban csend volt, a római Szent Péter templomban mondottam ezt, Michelangelo Pietája előtt. A kora reggeli órákban úgy szólván senki nem volt a templomban. A felső világítás fénye a szobor női arcát világította meg. Ez az arc komoly, indulatmentes. Van egy foka a fájdalomnak, amikor az emberi öntudat kikapcsol. Michelangelo ezt a pillanatot mindázza meg az arcban. Az anya, aki halott fiát térdén tartja, nem sír, nem sopánkodik, komolyan néz, figyelmesen. Nem véletlen, hogy ebben a templomban állottam, és a Pieta előtt. A komoly szenvedélymentes arc, amelyet Michelangelo így mintázott meg, válasz volt. Ezt mondott az arc. Nincs más megoldás, csak az irgalom. És a néma kőarc indulatmentesen csak nem közömbösen mondotta ezt. Megértettem, hogy nem segíthet rajtunk többé más, csak a szeretet. Elmondtam a mi atyánkot, először életemben mondottam el úgy szó szerint, betű szerint, mind aki az utolsó szó jogán beszélt. Mikor ezt a mondatot ismételtem, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, megértettem, az Isten befelelt. Ezért tovább indok, imádkoztam. Ezt mondtam. Hiszek egy Istenben, a világ teremtőjében, de nem hiszek többé abban, hogy mindazért, ami történik a világon, a felelősséget át kell hárítani az isteni gondviselésre. Én vagyok a felelős. Én, te, ő. Körülnéztem, de nem láttam a nagy templomban senki elevent. E pillanatban hetek óta először megnyugodtam. Most Rómában, a Szent Péter templomban, szemben a Piéta szoborral, végre minden következménnyel kimertem mondani, hogy nincs jogom elhárítani az emberi gondviselés felelősségét az isteni gondviselésre. Ember vagyok. Még nincs jogom a felelősséget a Teremtőre hárítani. Én vagyok a felelős. Néhány nap előtt, éjszaka, sok kilométer magasságban az Atlanti-óceán felett, amikor Európa felé repültem, hogy közelebb legyek azokhoz, akikhez tartozom, és akik szenvednek, még nem értettem ezt. Az óceán felett nincs idő, semmi tér. A világ szerkezetét látni a pillanatban éjjel az óceán felett és a csillagok alatt. És a felhők alatt láthatatlanul forgott a föld, és ez a gyapjas felhős kápit letakart egy világot, amelynek egyik térségében a hazám van. És készült arra, hogy a tankok között, a szétlőtt házakban, a kihűlt szobákban, maradék morzsákon, élőkben túléljen még egy napot. A felhő alatt, amelyben a gép most átrepült, nagyon sok ország volt, több földrész, sok nép. Abban a pillanatban, hogy éreztem mindezt, ami most a hazámban történik, nem csak az embereket lehet felelősségre vonni, hanem az isteni gondviselést is. Aztán partot ért a gép a Európában, és sok emberrel találkoztam és beszéltem. Menekültekkel, írókkal, papokkal, diplomatákkal. Mindenki mást vádolt, másban kereste a felelősséget. Én is. Az Egyesült Nemzetekben, mert nem cselekszik ez az intézmény azonnal és hatékonyan. A franciákban és az angolokban, mert háborút kezdtek Suezben. A fogoly népekben, mert nem lázadtak fel, nem siettek Magyarország segítségére. A diplomatákban, a katonákban, az írástudókban mindenki vádolt, és mindenkinek volt valamelyest igaza, csak Magyarország nem vádolt senkit. Most, mikor a Pieta női arcát nézem a római templomban, megértettem, hogy ilyen Magyarország arca is. Figyelmes és közömbös. Nem nagyon szenved, mert nagyon szenved. Hungária így hajol a magyar nemzet fölé. Már nem vádol, csak figyel és vár. És mind, akik még élünk, magyarok, otthon és a világban, annyira élünk csak, amennyire Magyarország él. Megértettem, hogy a felelősség a miénk. Nem lehet többé elbújni kérdéseinkkel az isteni gondviselés mögé. Napról napra, óráról órára cselekedni kell személyesen.
adni, segíteni, erősíteni, tanítani, rejteni, vigyázni éjjel és nappal. Túlélni, és aztán azok, akik túlélik, mondják el a mi atyánkot. Mondják ki minden következménnyel ezt a mondatot, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Rajtunk már nem segít más, csak a győzelem. Hiszek abban, hogy túléljük, és a végén győzelmesek leszünk, de csak akkor, ha megtanuljuk, hogy a felelősség a miénk, és ezért megtanuljuk, hogyan kell egymáshoz irgalmasnak lenni. Nincs más győzelem. Ezt megértettem, és elmentem a templomból, és most elmondtam. Valóban, ahogy Bács Ferenc megfogalmazta, illetve az írásban felolvasta, a felelősség a miénk. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Bács Ferenc Jászai díjas érdemes és kiváló művészt hallották Márai Sándor ima című művéből adott elő, olvasott fel nekünk egy nagyon-nagyon szép részletet. Szeretek mindenkit nagy szeretettel köszönteni, kiemelt tisztelettel dr. Pacolai Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét. Kelemen Hunort, Románia miniszterelnök helyettesét, az RNDS elnökét. Pogácsás Tibort, a belügyminisztérium államtitkárát. Kemencei Ferencet, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettesét. Frank Spengler urat, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviselet vezetőjét. Dr. Benedek Máriát, állami számvevőszék felügyeleti vezetőjét, aki előadónk lesz. Sisák Imrét, polgármester urat, aki Pásztor polgármestere is. A délelőtti egyik előadó. Szeretném köszönteni a nagykövetségek vezető képviselőit, közöttük Helena Bambaszová nagykövetasszonyt Csehországból. A Visegrádi országot polgármestereit és képviselőit, Gödöllő testvérvárosainak polgármestereit, képviselőit, Schmidt Jenő, a település önkormányzatok országos szövetségének elnökét, és Szabó Gellért urat, a Magyar Faluszövetség elnökét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és természetesen mindannyiukat, mindannyiótokat, és köszönöm, hogy eljöttetek a magyar polgármesterek 10. világtalálkozójára. Kicsit meghatott is vagyok, hiszen 1996-ban találkoztunk először azzal a céllal, a magyar önkormányzatok szervezésével lebonyolított és megvalósított első világtalálkozón, hogy egy kicsit erősítsük a határon túli és az anyaországi polgármesterek összetartozását, települések összetartozását. Próbáljunk meg szakmai kérdéseket kifejteni, beszélgetni arról, hogy hogyan is mint cseréljük ki a tapasztalatainkat, és hát bővítsük a testvértelepülési kapcsolatrendszert. Az a kiadvány, amit ma mindenki megkapott, ennek a 10 világtalálkozónak az összefoglalóját láthatja, mutatja be, és ebből láthatják, hogy ezek a célok, ezek a szándékok nem csak hogy megvalósultak, hanem nagyon sok tekintetben túlteljesültek. A világ magyar polgármestereinek egyedülálló találkozóját hoztuk létre, és tartottuk életben ebben a 18 esztendőben, és ennek eredményeképpen tudtuk megrendezni a 10. világtalálkozót is. Közel 7000-en voltak itt ezeken a találkozókon. Sajnos limitáltak a lehetőségek, nyilván sokan szerettek volna és szeretnének most is itt lenni. Nem tudunk fogadni egy bizonyos létszám felett polgármestereket, de az elején megpróbálkoztunk azzal, hogy mindenki, akinek kedve van, és szeretne találkozni, jöjjön el. Több mint 1000-en voltunk itt, és akkor rájöttünk arra, hogy ez sajnos ilyen formában kezelhetetlen. Nagyon sok támogatónk volt az elmúlt időszakban, köszönet érte, köztük két folyamatos és állandó támogató, előbb említettem és köszöntöttem Kemencei urat, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettesét, és Frank Spengler urat, a Konrad Adenauer Alapítványtól. Ők most is fő támogatóink, itt vannak velünk, és majd köszöntő gondolataiban üdvözölnek bennünket.
Ezeken a világtalálkozókon egy picit kiértékeltük azt, hogy hogy áll az önkormányzati rendszer, az eredeti szándékok a rendszerváltoztatás után megvalósultak el, létrejött a kétpólusú demokrácia, feladatok és a források megosztása, használta ennek, hogyan kaptunk olyan feladatokat, amelyeket valóban helyben jobban lehet végrehajtani, hogy alakul a középszint, a régió vagy a megye helyzete, és sorolhatnám tovább azokat a kérdéseket, amik önkormányzati stratégiai kérdések. Egy biztos, hogy maga az önkormányzat, a lokális demokrácia az nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt működik és működtetik, és azt gondolom, hogy ez mind önkormányzatiság, mint érték a demokratikus berendezkedési országokban továbbra is meg kell, hogy legyen. Elmúlt időszakban megállapítottuk azt is, hogy sok minden változott, és még változik ebben a feladat és forrás megosztásban. Ezekről a mostani világtalálkozón is fogunk beszélgetni. Közben az Európai Unió tagjai lettünk, Magyarország, Szlovákia, Románia, ahol nagy számú magyar ajkú, magyar nemzetiségű lakosság lakik. Egy kicsit más lett a közlekedési viszony az országok között, és természetesen az átjárhatóság az önkötő között is ilyen szempontból erősödött. Létrejöttek, bekerültünk azokba a testületekbe, amik önkormányzatokkal foglalkoznak, így például a régió bizottságába. Dolgozunk együtt, és nem kis örömömre vannak magyar polgármesterik is, a szlovákiai és a román delegációval. Szerintem ez jó dolog, hiszen tudunk bizonyos kérdésekben sokkal közvetlenebbül és hatékonyabban dolgozni. 93 ezer önkormányzat és régió van Európában, azt hiszem, hogy mi is most őket képviseljük ebben a vonatkozásban, itt Magyarországon és a Kárpát-medencében. Létrejöttek olyan típusú, középpontba kerültek olyan fogalmak, mint a szubszidiaritás, a többszintű kormányzás, és sorolhatnám tovább, amivel nekünk is foglalkozni kell, és azt gondolom, hogy a tagállami kompetenciákon kívül, vagy akár azon belül is ezeket az értékeket, egyetemes önkormányzati értékeket érdemes végiggondolni, és a mindennapi működésünkben majd megfelelő tagállami kompetencia tiszteletben tartásába bevezetni. De minden mellett az önkormányzat, az önkormányzatiság, mint érték mellett azért megmaradt a polgármester, hiszen mi polgármesteri találkozóra jöttünk össze. A polgármester, aki fel kell reggel, és azzal kezdi a napját, hogy végiggondolja, miként tudja a közösségét szolgálni, legyen az pici település, legyen az nagyobb, legyen az egész nagy település, akár a főváros, hogy hogyan tudja azt a közösséget, amelyik az önkormányzatán belül a mindennapjait éli, azt a közösséget szolgálni, hogy tudja az ő napjait, a mindennapjait komfortosabbá tenni, és milyen formában tud előre menni a fejlesztések kapcsán. Ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Sokan azt mondják, és szeretnek magasabb szintre menni, politikai szintre, parlamentbe, európai parlamentbe, más komolyabb európai döntéshozó kompetenciákkal bíró testületek tagjaként dolgozni. Mégis azt mondom, hogy nélkülünk bárki bármit képzel, nem működik. Nem működik egy térség, nem működik egy ország, nem működik az Európai Unió sem. Ez a mi erőnk, de ez a mi felelősségünk, ahogy Bács Ferenc mondta. A mi felelősségünk. És ez a mi hivatásunk és szolgálatunk. Ezzel a szívvel és a lélekkel köszöntöm önöket, benneteket a 10. Magyar Polgármesteri Világtalálkozó alkalmával. Használjuk ki ezt a két napot, örüljünk annak, hogy itt vagyunk, próbáljunk meg egy kicsit töltekezni szakmailag, és természetesen érzelmileg is, hiszen a szekció után ma este a Magyar Szabadságnapja 24. napját ünnepeljük, egy gyönyörű szép bemutatóval, nyilván mindenki számára ismert a program. Vegyünk részt ezeken, és ezzel is tudjunk úgy töltekezni szakmailag és érzelmileg, hogy aztán azt a polgármesteri munkát, ami ott nekünk kint a terepen minden nap kihívást jelent, ezt jól és tisztességgel el tudjuk látni. Köszöntök mindenkit, nagyon jó tanácskozást és együttlétet kívánok! Most pedig, ahogy említettem, támogatóinkat szeretném egy rövid köszöntő erejéig felkérni, Kemencei Ferencet, Raiffeisen Bank ZRT vezérigazgató helyettesét. Parancsoljon! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm a világtalálkozó képviselőit a főszponzor Raiffeisen Bank nevében.
Ugye, mint ahogy elhangzott, a 10. alkalommal kerül megrendezésre a találkozó, és mi Raiffeisen bankként az első pillanattól főszponzorként állunk a találkozó mögött. Tettük ezt a válság nehéz éveiben is, és tesszük ezt ma is, amikor, ezt azért el kell mondani, hogy a magyarországi stabilizáció érdekében komoly teher terheli a magyarországi bank és pénzügyi rendszert. Tesszük ezt azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos találkozó a magyar és ugye a regionális önkormányzatiság szempontjából is. Mi Raiffeisen bankként itt Magyarországon a költségvetését tekintve az önkormányzati rendszernek a második legnagyobb szereplő vagyunk, mind a számlavezetés, mind a hitelnyújtás, mind a megtakarítások tekintetében. Kicsit olyan új időszak kezdődött 2014-ben a rendszer életében Magyarországon, hiszen történt egy konszolidáció, és átalakult az önkormányzatoknak a működési keretrendszere. Ugye mi ebben aktívan részt vettünk, és hát a célunk az, hogy a megváltozott és talán racionálisabbá vált keretfeltételek között a továbbiakban is segítsük az önkormányzati rendszert szolgáltatásainkkal Magyarországon. Ugye 2014-2020 között az EU-ban is egy új költségvetési időszak kezdődik. Ez jelenti új pályázatoknak a kiírását, új lehetőségeket, amelyekhez természetesen mi is pénzügyi partnerként szeretnénk csatlakozni. Ugye idén választási év is van, 5 évre választunk polgármestereket és képviselőket, és hát ez azt is jelenti, hogy fognak születni új programok, új gazdasági programok, amelyek a helyi gazdaság élénkítését kell, hogy szolgálják, hiszen ugye az EU-s támogatások legalább 60%-a a növekedést kell, hogy segítse. Így mi egy bankcsoportként nyilvánvalóan sok szálon érdekeltek vagyunk ebben a folyamatban, és szeretnénk segíteni ezt a folyamatot. El kell mondanom azt is, és örülök, hogy sok határon túli vendég is van, hogy mi is Raiffeisen bankcsoportként nem csak Magyarországon, hanem a régióban is tevékenykedünk. Ma a bankcsoport az elmúlt 25 év fejlődése után Közép-Kelet-Európa egyik vezető bankcsoportja. Így számunkra nem csak Magyarország, hanem a régió fejlődése is rendkívül fontos. A 10. találkozó programja azt gondolom egy nagyon színes program, amely szól a fenntarthatóságról, szól az együttműködésről, szól a jövő kihívásairól. Ebben szeretnénk mi önökkel eredményesen együttműködni, úgyhogy szeretnék sikeres tanácskozást, sok baráti beszélgetést kívánni önöknek és közös élményeket, és egy nagyon jó szakmai rendezvényt. Köszönöm szépen! Köszönöm vezérigazgató helyettes úr gondolatait és a támogatást természetesen még egyszer, és Frank Spengler urat kérem a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviselő vezetőjét köszöntő gondolatai elmondására. Sehr geehrter Herr Präsident von Möss. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke Möss Györgyöt köszöntöm. Sehr geehrter Herr Präsident des Verfassungsgerichts, sehr verehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident, sehr verehrter Herr Staatssekretär, sehr verehrter Herr Direktor der Raiffeisen Bank, Exzellenzen, Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Pacolai Péter Alkotmánybíróság elnöke, tisztelt államtitkár úr, tisztelt helyettes miniszterelnök úr, excellenciás uraim, polgármesterek, tisztelt vendégek. Es ist mir eine große Freude, Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 10. Welttreffen der ungarischen Bürgermeister herzlich willkommen heißen zu können. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich den Bürgermeistern aus den Nachbarländern. Különös öröm és megtisztelés számomra, hogy köszönhetem Önöket itt ma a Konrad Adenauer Stiftung nevében a Magyar Polgármesterek 10. világtalálkozóján. Szeretném külön üdvözölni és köszönteni a szomszédos országból érkezett polgármestereket. Seit nun mehr als 50 Jahren unterstützt die Konrad Adenauer Stiftung die Entwicklung kommunaler Selbstverwaltung und deren Verbände in Deutschland und durch unsere 80 Büros auch weltweit. A Konrad Adenauer Stiftung több mint 50 éve támogatja az önkormányzatokat és azok szervezeteit Németországban, illetve több mint 80 iroda segítségével világszerte is.
Unser wichtigstes Ziel ist die Förderung von Demokratie und guter Regierungsführung auf kommunaler Ebene. Da, und dies habe ich schon einmal hier an diesem Ort gesagt und ich sage es heute wieder, alle Politik ist lokal, all politics is local. Legfontosabb célunk a demokrácia és a jó kormányzás elősegítése önkormányzati szinten, mivel, és ezt már egyszer elmondtam itt Gödöllőn, de most újra megteszem, all politics is local, azaz minden politika lokális szinten történik. Herr Gemischi hat schon darauf hingewiesen, dass es die Bürgermeister und die Stadträte sind, die die Erwartungen der Bürger an die Politik am besten kennen. Sie stehen im ständigen Kontakt zu den Vertretern der Zivilgesellschaft und sie fördern den Austausch zwischen den Bürgern, gewählten Vertretern auf nationaler und auch, wie wir heute sehen, auf internationaler Ebene. Gémesi elnök úr már megemlítette, hogy a polgármesterek azok, akik helyszinten a helyi lakosoknak az elvárásainak meg kell, hogy feleljenek. Ők állnak állandó kapcsolatban velük, és az ők segítők, ők állnak állandó kapcsolatban, és segítik a polgárok és a megválasztott politikusok közti eszmecserét, mint nemzeti, mint pedig nemzetközi szinten. In Ungarn, meine Damen und Herren, kooperieren wir seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll mit dem Verband der ungarischen Selbstverwaltung. Für diese anhaltende, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle bei Herrn Dr. György Gyimesi ganz herzlich bedanken. Magyarországon, tisztelt Hölgyeim és Uraim, több éve a legnagyobb bizalommal működünk együtt a Magyar Önkormányzatok Szövetségével. Ezért a munkáért és ezért az együttműködésért tényleg szívből szeretnék gratulálni Gémesi György elnök úrnak. Ich möchte Dr. Gémesi und seinem Team auch die Glückwünsche für diese hervorragende Konferenz aussprechen. Gémesi úrnak és csapatának külön szeretnék gratulálni ennek a konferenciának a megrendezéséhez. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verband der ungarischen Selbstverwaltung und die Konrad-Adenauer-Stiftung haben den Schwerpunkt ihrer gemeinsamen Tätigkeit in den letzten Jahren auf den Themenbereich Nachhaltigkeit, besonders auf kommunaler Ebene gelegt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt években a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Konrad Adenauer Stiftung a közös munka középpontjában a fenntarthatóság állt, különösen önkormányzati szinten. Darum weiß ich es sehr zu schätzen, dass sich eine Sektion dieser Konferenz mit dieser Thematik befasst. Ezért számomra kiemelten fontos, hogy a konferencia egyik szekciója ezzel a témával foglalkozik. Die Stiftung hat zu dieser Thematik ein Buch des ehemaligen Oberbürgermeisters von Stuttgart und Ehrenpräsidenten des Rates der Gemeinden und Regionen Europas auf Ungarisch herausgegeben, das sich mit der Rolle kommunaler Selbstverwaltung bei der Förderung der Nachhaltigkeit beschäftigt. Stuttgart, tartományi főváros volt főpolgármestere és az Európai Települések és Régiók tiszteletbeli tanácsának elnöke nemrég egy könyvet írt, amit a Konrad Adenauer Stiftung magyarul adott ki. A könyv az önkormányzatok fenntartható fejlődésével foglalkozik, és itt kint az előtérben kapható. Dieses Buch enthält eine Vielzahl praktischer Beispiele für die Verwaltung der Kommunen und wir werden es am 2. Juli offiziell in Budapest gemeinsam mit Dr. Gémesi vorstellen. A könyv gyakorlati példák sokasságát tartalmazza az önkormányzatok számára. A kiadványt a Magyar Önkormányzatok Szövetségével közösen, Gémesi elnök úrral közösen fogjuk bemutatni szerdán, július 2-án Budapesten a Design Terminálban. Aber wir haben es natürlich für Sie heute schon bereitgestellt. De természetesen önöknek térítésmentesen a mai napon már külön rendelkezésre bocsátottuk. Ich wünsche Ihnen, liebe Konferenzteilnehmer, eine sehr interessante Veranstaltung und ein etwas Ausgleich heute Abend durch die Tanzveranstaltung. Ihnen alles Gute. Kedves résztvevők, sikeres konferenciát és kellemes időtöltést kívánok önöknek itt Gödöllőn, kivetképpen egy kis kikapcsolódást is az esti Experience előadáson. Minden jót kívánok, köszönöm figyelmüket! Spengler úr köszöntőjét, és engedjék meg, hogy még egyszer köszöntsem dr. Pacolai Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét, megköszönjem, hogy elvállalta ennek a világtalálkozónak a fővédnökségét, és kérem nyitó előadása megtartására.
Tisztelt Gémesi elnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, államtitkár úr, polgármester asszonyok és urak, szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást, a fővédnöki tisztre való felkérést, és ebben a nyitó előadásban az önkormányzatiságról részben tágabb európai kontextusban, részben az alkotmányosság és a demokrácia szemszögéből szeretnék néhány szempontot felvetni. A helyi önkormányzatok európai chartája leszögezi, hogy a helyi önkormányzatok a demokrácia alappilléreit jelentik. Az Európai Tanács alapvető céljainak eléréséhez, vagyis a demokrácia megerősítéséhez és az emberi jogok védelméhez a helyi önkormányzatok chartája alapvető hozzájárulást tett, a törvényhozási reformok mintájául szolgált az új demokráciákban. Ezek az országok elveit az alkotmányukba is beillesztették, így a magyar alkotmány is ezek talaján fogalmazta meg az önkormányzatiság alapjait 1990-ben. Most 2014-ben is vallom, hogy a jól működő demokrácia nem létezhet erős önkormányzatiság és megfelelő mértékű decentralizáció nélkül. Hiszem, hogy a polgárok igényeit a hozzájuk legközelebbi szinten, közösségeinkben, községeinkben, városainkban, mindennapjainkban, a velünk együtt élőkkel közösen a helyi önkormányzatok útján lehet legjobban átélni, és ezekre megfelelő választ nyújtani. A helyi hatalom továbbá erős bástyája tud lenni a demokratikus jogállam működtetéséhez elengedhetetlen hatalommegosztásnak, és ebben a polgármesterekre fokozott felelősség hárul. A polgármesterek világtalálkozóját fontosnak tartom, mert fórumot teremt, ahol a helyi választott képviselők megvitathatják problémáikat, kifejthetik véleményeiket. Ezeken a találkozókon intézményesített formában még hasznosabb lenne, ha rendszeresebben sor kerülhetne az ilyen jellegű találkozókra, azaz az önkormányzatok véleményének még több esetben történő kikérésére, a megalapozott központi döntéshozatal érdekében. A helyi és a területi önkormányzatok szerepének megszilárdítása és fejlődése érdekében mind vertikálisan, mind horizontálisan együttműködésre van szükség. Az önkormányzatoknak egymással és vertikális aspektusban a kormányzás valamennyi szintjének együtt, nem egymás ellen kellene működnie a stabil, magas szintű demokrácia megvalósulásáért. Az önkormányzatok a központi hatalommal szemben ellensúlyt képeznek, a demokrácia pedig természeténél fogva olyan képződmény, ami nem lehet más, mint alulról felfelé épülő demokrácia, és nem fordított irányba működő hatalmi struktúra. Ha a központi hatalom részéről elmarad a konzultáció a helyhatóságokat közvetlenül érintő kérdésekben, ez a charta szellemének nem megfelelő módszereket sejtett. Másodszorban a polgármesterek világtalálkozója hozzájárul a határokon átívelő együttműködés ösztönzéséhez, mely kulcsfontosságú a béke, a tolerancia érdekében, a fenntartható fejlődés ösztönzéséhez, melyben alapvető értékeink, jövő generációk részére történő átadása is alapvető fontosságú. Az önkormányzat fogalma általános értelemben szerveződési elvet, működési mechanizmust és eljárási formát jelent. Önmagunk törvényei alatt élni, ez a demokrácia és az önkormányzatiság lényege, melynek területi helyi szintjén történő kifejeződése síkján a népszuverenitás egyik megnyilvánulását jelentő, minden választó polgár számára biztosított akaratnyilvánítás következtében helyi önkormányzatok jönnek létre, és ez egyben sajátos legitimációt is biztosít számukra. Saját magunk számára szabályt alkotni felelősség is, mindennek az alapja az önismeret. Ismerjük eléggé magunkat, tudjuk-e követni a folyamatos változásokat, különben megint csak olyan szabályoknak leszünk alávetve, amelyek tőlünk idegenek. Ezért is elengedhetetlen az állandó önreflexió, vagy a hasonló helyzetben lévőkkel közös gondolkodás az aktuális helyzetről, és ezért hasznos, ha a polgármesterek rendszeresen tanácskoznak. Ahogy Magyari Zoltán találóan megfogalmazta, idézem, az önkormányzat alapgondolata, ha azt akarjuk, hogy valami jó legyen, csináljuk meg magunk.
Számos helyügy van, amelynek valamely meghatározott módon való eldöntése a helybelieknek fontos, a másútlakók, valamint a központ számára közömbös. Nincs ok arra, hogy ez ne az ő óhajuk szerint legyen, mely az összes körülményeket legjobban tudja számba venni. Idézet vége. A helyi önkormányzatok a mindenkori alkotmányban megjelölt települési, területi egységekben választó joggal rendelkező polgárok közösségét megillető önkormányzáshoz való alapjogon nyugszanak. Ezen kell nyugodniuk. Ez az az alapjog, valamint ennek összetevői alkotmánybírósági alapjogvédelemben kell, hogy részesüljenek. A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányi rendelkezések 1990-ben kerültek az akkori alkotmányba. A tanácsrendszert felváltó önkormányzati rendszer a magyar történelmi hagyományokra és az európai chartában megfogalmazott alapelvekre épült. Az alkotmány tartalmazta a helyi önkormányzatokra vonatkozó alapvető és garanciális szabályokat. A helyi önkormányzás joga az adott közjogi, települési és területi egység választópolgárai közösségének alkotmányos alapjogaként került nevesítésre. Az alkotmány egyrészt elismerte és védte a választópolgárok önkormányzáshoz való jogát, másrészt megteremtette ennek alkotmányos alapját, és az alapvető jogokhoz hasonló védelemben részesítette, tehát előremutató szellemben, alapjogi szemlélethez köthetően tartalmazta az önkormányzatiság alapvetését. A jelenleg hatályos alaptörvény e tekintetben sokkal szűkszavúbb, és ez értékelhető visszalépésként is, vagy egyszerűen egy más megközelítés kezdeteként. Egy fontos distinkciót minden esetre elmúlasz megtenni, nem különbözteti meg az önkormányzáshoz való jogot az önkormányzat, mint intézmény jogosítványaitól. A magyar alkotmányos rendszerben a helyi közösségeket megillető helyi önkormányzás joga tekintetében álláspontom szerint az alaptörvényi szintű szabályozás hiányossága az, amelyet nem teljesen pótol az ÖTV vonatkozó szabálya. Ugyanakkor álláspontom szerint helyes megközelítést tartalmaz az alkotmánybíróság gyakorlat, erre még később kitérek, mely a kifejezett alkotmányi rendelkezés hiánya ellenére tisztázta az önkormányzáshoz való jog természetét. A hatályos alaptörvényben az önkormányzati jogok helyett az önkormányzati feladat és hatáskörök listáját láthatjuk, melyből bár kirajzolódnak az önkormányzati jogok, de a korábbi alkotmányhoz képesti ezen visszalépés alkotmányos hiányérzetet keletkeztet. Bár a helyi önkormányzatok alkotmányos szabályozásával kapcsolatosan vitatott a jogirodalomban, hogy milyen terjedelme és mélységbe kell az alkotmánynak rendelkezni ennek a kérdésekről, egyes szerzők szerint hiba lenne, ha túlságosan részletezően szólna az alkotmány a helyi önkormányzatokról, mások viszont nem tartják szerencsésnek, a törvényhozó szinte bármikor és korlátlanul módosíthatná az önkormányzati rendszert. Jogállamban ez megengedhetetlen, éppen ezért szükséges ezen álláspont szerint részletesebb, garanciálisabb elemeket felvonultató alkotmányos szabályozás. Én az utóbbi gondolat érzem magamhoz közelebb állónak. Az alkotmánybíróság korábbi gyakorlata az alkotmánya vonatkozó 44/a bekezdésbe szabályozott hatáskörcsoportokat a helyi önkormányzás körében az önkormányzatok számára biztosított autonómia alkotmányos garanciáiként állította be. Az alaptörvény is kifejezése juttatja, csak úgy, mint az alkotmány, a helyi képviselő testületnek azt a jogát, hogy a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét. Ezzel, miután a helyi önkormányzatok közhatalommal rendelkező szervek, egyúttal a képviselő testület kötelezettségévé is teszi a jogállamiság követelménynek megfelelő szervezeti és működési keretek kialakítását. Az önkormányzati jogok és az önkormányzati kötelezettségek viszonyáról, kapcsolatáról az Alkotmánybíróság egy tavaly 2013 júliusában hozott döntése szól, amely a fogtői önkormányzat képviselőtestület problémái kapcsán tartalmaz olyan megállapításokat, amely elvi alapon tisztáz bizonyos az önkormányzatiság
tartozáshoz való jogra vonatkozó kérdéseket. Ez a 18/2013 számú alkotmánybírósági határozat, mint nyilván ismert, a kormány indítványára született, a kormány az alkotmánybíróság elvi véleményét kérte Fogtő Község képviselő testületének alaptörvény ellenes működésével kapcsolatba. A kormány álláspontja szerint alaptörvény ellenes volt, hogy a képviselő testület több mint egy évig a gyakorlatban nem működött, nem hozott rendeleteket, határozatokat, nem alkotta meg, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonos megillető jogokat nem gyakorolta. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alaptörvény 31. cikkének alapján Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. A helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi törvény második szakasza szerint a helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének a joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül, míg ugyanezen törvény harmadik cikke kimondja, hogy a helyi önkormányzás joga a települések, a megyék választópolgárainak közösségét illeti meg. A Alkotmánybíróság szintén kimondta az alaptörvény alapján, hogy a helyi önkormányzás megvalósító önkormányzati hatáskörök elsődleges címjegyeként az önkormányzati feladatokat mindenekelőtt a képviselő testület látja el. Végül, hogy az önkormányzati alapjogok folyamatos megfelelő gyakorlásához alkotmányossági szempontból is értékelendő érdek kapcsolódik. És mindezekkel nem csak a fogtői képviselőtest működéséről nyilvánított véleményt a testület, hanem az Alkotmánybíróság többségi határozata az önkormányzás jogának eddigi alkotmányos vívmányát fenntartotta, kifejezett alkotmányi rendelkezés hiány is az alaptörvény, a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az alkotmányos berendezkedés kontextuális és tartalmi azonossága okán fönntartotta az önkormányzáshoz való jogra vonatkozó korábbi gyakorlatát. Ezzel az Alkotmánybíróság többségi határozata azon szemlélet mellett állt ki, mert jó magam is osztok, hogy a helyi önkormányzáshoz való jog értelemszerűen benne foglaltatik a helyi önkormányzás eszméjében. Ennek alapja egyrészt a helyi önkormányzatok európai chartája, amelynek részesei vagyunk, másodszorban a korábbi alkotmányba biztosított alapjogi helyzet által kialakított egyfajta védelmi szint, amelyről nem lehet visszalépni, harmadsorban az, hogy Magyarország demokratikus jogállami berendezkedésű az alaptörvény szerint. E három tényező alapján állítható tehát, hogy a helyi önkormányzáshoz való jog benne foglaltatik a helyi önkormányzás eszméjében, és alkotmányos jogvédelembe kell, hogy részesüljön. Reményeim szerint az Alkotmánybíróság ezt a feladatát jövőben is be fogja tölteni, önök pedig gyakorolhatják továbbiakban is a helyi önkormányzáshoz való jogot. Ehhez kívánok önöknek sok sikert, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen elnök úrnak ezt a nagyon részletes elemző nyitó előadását, amit ilyen formában még én sem hallottam, de megnyugtató, hogy az Alkotmánybíróságnak az a vélemény, az önkormányzáshoz való jog az bent van ezek alapján az alkotmányban, mert akik egy kicsit úgy olvassák ezt, hogy nem szakemberek és nem értik, azok adott esetben elveszhetnek a különféle jogi útvesztőkben. A második gondolatom, és azt is köszönöm, mert a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is az a véleménye, hogy egy kicsit jobban szabályozott önkormányzati rendszer, ha az alkotmányba bekerül, az a bizonyos második
megközelítés, aminek a véleményét elnök úr is osztja, az számunkra is egy kicsit erősebb garancia lenne bizonyos dolgokra. De köszönöm szépen az előadást, és kérem Kelemen Hunort, a Románia miniszterelnök helyettesét, az RMDS elnökét gondolatai elmondására. Parancsolj! Tisztelt Gémesi elnök úr, tisztelt alkotmánybírósági elnök úr, államtitkár úr, polgármester, asszonyok, polgármester urak, hölgyeim és uraim! A 10. magyar polgármesterek világtalálkozója a magyar-magyar együttműködés szempontjából is azt gondolom, hogy példaértékű az a néhány évtized, most már évtizedekről beszélünk, ami mögöttünk van a rendszerváltás óta, és amely alatt az önkormányzatok szintjén is sikerült kialakítani egy olyan együttműködést Magyarország és Magyarország határain túli magyar közösségek, magyar önkormányzatok között, amely azt gondolom, hogy nem csak a mindennapok, nem csak a problémák megoldása tekintetében, hanem immár legalábbis Románia viszonylatában, de azt gondolom, hogy Szlovákia viszonylatában is Magyarországgal együtt az Európai Unióban a közös tervezésnek is lehet az egyik intézményes formája. A magyar-magyar együttműködésnek három nagy olyan intézményes formája van, amely az én megközelítésemben hihetetlenül fontos. Az egyik a magyar állandó értekezlet, ez a magyar kormányzat és a határon túli magyar szervezetek közötti konzultációs forma. A második a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, ahol a Magyar Országgyűlés, illetve a Magyarország határain kívüli magyar képviselettel rendelkező közösségek közötti együttműködésnek a formája, és azt gondolom, hogy a harmadik, de nem a sorban a harmadik, hisz fontosságát tekintve talán első helyre is lehetne tenni, az a polgármesterek, az önkormányzatok közötti együttműködés, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója, ennek az intézményes formája. Ezért is vállaltuk többek között az év elején azt az együttműködést, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Országos Önkormányzati Tanácsa Gémesi elnök úrral közösen egy megállapodást írtunk alá, amely ezt az intézményes kapcsolatrendszert erősíti. És ennek nagyon-nagyon sok pozitív példája van a testvértelepülési kapcsolatoktól kezdődően, a tapasztalatcseréken keresztül, erről néhány szóban Gémesi elnök úr is beszélt, és én csak egyet említenék, hisz ez a napokban történt az együttműködésnek egy nagyon szép példája Csíkszereda és Kaposvár között, a Ripple-Rónai kiállításnak a megszervezése Csíkszeredában, Erdélyben, amelyet szándékaink szerint sok száz diák is meg fog tudni látogatni. Tehát olyan intézményes kereteket sikerült kialakítani, amelyeket, hogyha tartalommal töltünk meg közösen, ez a mi felelősségünk, akkor a magyar-magyar kapcsolatokat csak erősíteni tudjuk. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára, az erdélyi magyarok számára az önkormányzatiság az hihetetlenül fontos. Ezt nem tudjuk elég sokszor hangsúlyozni. Hisz az önkormányzati jelenlét 1990-től kezdődően bebizonyítottam, hogy a közösség legfontosabb kérdéseire a jó válaszokat az önkormányzatokon keresztül lehet megadni. Ezért mi az erős önkormányzatokban voltunk és vagyunk érdekeltek, abban vagyunk érdekeltek, hogy a Tömbben, Székelyföldön, Partiumban, Szilágyságban, de a Szorványban is az arányos képviseletet biztosítani tudjuk az önkormányzatokban, mert minden egyes választás után bebizonyosodott, hogy sokszor akár egy-két önkormányzati képviselővel is a helyi közösségek problémáinak a megoldásához nagyon nagy mértékben hozzá tudunk járulni. Az erős önkormányzatisághoz pedig elengedhetetlenül fontos a szubszidiaritás elvének az érvényesítése, a helyi autonómiának a megerősítése, és természetesen a decentralizáción keresztül valósítható meg ez a legkönnyebben a romániai alkotmányossági keretek között. Számtalan feladat került át az elmúlt évtizedekben az önkormányzatokhoz a decentralizáció folyamán. Ez több hullámban történt, sajnos ami nem történt meg eléggé hangsúlyosan, az a feladatoknak a finanszírozása. És hogyha van valahol olyan terület, ahol
sürgősen előre kell lépni, ahol át kell gondolni a decentralizációt, az pontosan a pénzügyi decentralizációnak a kérdése, hisz az elmúlt esztendőkben is az oktatástól, az egészségügyön keresztül számtalan olyan feladatot kaptak az önkormányzatok, amelyeket akartak az önkormányzatok, amelyek fontosak, amelyekre szükség van, de a feladatfinanszírozás az nem követte minden egyes esetben olyan mértékben és olyan arányban a feladat leosztást, mint ahogy erre szükség lenne. Az elmúlt esztendőben a kormány próbálkozott egy nagy fokú decentralizációval, azt mondom, hogy az elmúlt 10 esztendő legnagyobb decentralizációs kísérlete volt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség akkor ellenzékben volt, de mivel velünk ezt a folyamatot végig egyeztette az akkori kormányzat, mi magunk is támogattuk. Szinte nem volt egyetlen olyan területe sem a közösségi életnek, amelyet ez a decentralizáció ne érintett volna. Felelősségvállalásra fogadta el a kormány, amelyet az akkori ellenzék egy része megtámadott, és az Alkotmánybíróság a törvényt eltörölte. Alkotmányellenesnek minősítette, olyan érvekkel, amelyekkel én a mai napig vitatkozom, és amelyeket, hogyha fönntartunk a mostani alkotmányos keretek között, egy olyan típusú decentralizáció, amit akkor elképzeltünk, szinte kivitelezhetetlen. Az egyik érv az volt, hogy nem lehet sem feladatokat adni az önkormányzatoknak, sem patrimoniális kérdésben nem lehet ilyen fokú decentralizációt elképzelni, hogyha az önkormányzatok ezt nem kérik. Hogyha önkormányzati határozatokkal, testületi határozatokkal a kérést nem erősítik meg. Ez az elv egy hihetetlenül fontos elv, de ugyanakkor, ha jól belegondolunk, hogy mivel járhat, akkor egy decentralizációt teljes egészében elakaszthat, megakaszthat. A kormányzat ezért úgy döntött, hogy az Alkotmánybíróságnak a döntését figyelembe véve, természetesen tiszteletbe tartva azt, újrakezdi ezt a folyamatot, és néhány nappal ezelőtt az Európa Parlamenti választások után elkezdődött a kormányzati szinten az az előkészítő munka, ami reményeink szerint az év végére fejeződne be, és előről kezdenénk ezt a decentralizációt. Természetesen még egyszer mondom, hogy figyelembe véve az Alkotmánybíróság döntését. De úgy gondoljuk, hogy ezen az úton tovább kell menni. Erősíteni kell feladatokkal, és erősíteni kell a pénzügyi decentralizációt, hisz az önkormányzatiság azt követeli meg, hogy a szubszidiaritás elvét érvényesítve minél több döntést a közösség kezébe adjunk. Romániában most már azt mondhatni, hogy évek óta van egy nagy vita, amely nem ért véget. Ez a vita arról szól, hogy a fejlesztési régiókat hogyan kell átszervezni, úgy általában hogyan kell átszervezni a romániai közigazgatást, önkormányzatokat, úgy, hogy hatékonyabbak legyenek. Erre volt egy kísérlet 2011-ben, amikor az a javaslat fogalmazódott meg az akkori koalíció egyik részéről, hogy a mostani megyéket, a megyei önkormányzatokat a mostani formájukban felszámoljuk, és a fejlesztési régiókat jogosítsuk föl, adjuk át a fejlesztési régióknak a megyei önkormányzatok hatáskörét. Ez azt jelentette volna, hogy az a rossz fejlesztési régiós felosztás, amely hihetetlenül sok problémát és egy szétfejlődést eredményezett az elmúlt években, azt erősítette volna meg egy ilyen döntés. Ugyanakkor azt jelentette volna, hogy mind Székelyföldön, mind Partiumban a fejlesztési régiókon belül az etnikai arányok olyan mértékben megváltoztak volna, hogy a magyar közösség a döntési jogokat, vagy a döntéshez való hozzáférési lehetőséget elveszítette volna. Ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az akkori kormánykoalíció része ezt nem fogadta el, és így nem is sikerült ezt megvalósítani. Ebből egy koalíciós konfliktus, válság alakult ki, amit végül is úgy oldottunk meg, hogy a megoldhatatlan problémát zárójelbe tettük. És ez megint azt bizonyítja, hogy az önkormányzatok mellett a parlamenti jelenlét és sokszor a kormányzati jelenlét is hihetetlenül fontos. Fontos akkor is, amikor valamit meg kell valósítani, de érdekes módon akkor is fontossá válhat a mi esetünkben, Erdélyben, Romániában, amikor valamit meg kell akasztani. Mert hogyha az akkori önkormányzati átszervezés, régió átszervezés elve, ötlete, gondolata megvalósult volna, akkor a 2012-es választásokon biztos, hogy hihetetlen veszteségeket könyvelhettünk volna el. Így pedig azt mondhatjuk, hogy az ország negyedik politikai szereplőjeként, hogyha az arányokat és a méreteket nézzük, több mint 200
polgármesterrel. Igenis jelentősen be tudjuk folyásolni a dolgok menetét, és a közösségek problémáinak a megoldásához a polgármestereink, az önkormányzataink hihetetlen mértékben hozzájárulnak. Mi azt gondoltuk, és azt gondoljuk a mai napig, hogy Romániában nincsen szükség egy ilyen típusú átszervezésre, bár szükségesnek tartjuk a fejlesztési régióknak az újragondolását. A mi javaslatunk az a mostani 8 fejlesztési régió helyett egy minimum 12, maximum 16 fejlesztési régiós megoldás lenne, amely figyelembe venné a történelmi, kulturális, etnikai, gazdasági kapcsolatokat a különböző régiók között, koherensebb régiókat jelentene, és az Európai Uniós fejlesztési pénzek felhasználásában is sokkal hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb megoldást jelenthetne. Ez mind a Székelyföld, mind a Partium számára azt jelenteni, hogy az etnikai elvek nem sérülnének, illetve a döntési jogkörök ilyen értelemben is a közösség kezében maradhatnának. Azzal kapcsolatosan, hogy a fejlesztési régióknak kell-e közigazgatási hatásköröket adni, folyik a vita, ez nem zárult le, most csak szünetel, mert választási esztendő van, de úgy gondoljuk, hogy ez a választási év után, 2014 után ismét terítékre kerül. Az alkotmány módosítással próbálta ezt az elmúlt évben az akkori koalíció valamilyen módon megoldás fele vinni. Az alkotmány módosításban megjelenítették a tervezetben azokat a hatásköröket, amelyekkel a régiók, a fejlesztési régiók, immár közigazgatási régiókként, egy újabb közigazgatási szintként megjelennének. A mi megoldásunk pedig az volt ilyen körülmények között, hogy legyen a fejlesztési régiók, közigazgatási régiókon belül lehetőség az alrégiós megoldásnak az alkotmányos megjelenítésére. Ez a dél-tiroli modellnek a megoldása lehetett volna, lehetne. Az Alkotmánybíróság ezt az alkotmánymódosítás tervezetet megint csak alkotmányellenesnek minősítette, és ilyen körülmények között jutottunk arra a következtetésre mi, hogy alkotmánymódosítással nem érdemes kísérletezni. Romániában ahhoz, hogy az önkormányzatiságot, ahhoz, hogy a régiókat, ahhoz, hogy az autonómiát, a közösségi autonómiát is a Székelyföld Partium számára akár meg lehessen jeleníteni, egy új alkotmányra van szükség. Egy új alkotmányra van szükség, hisz a mostani alkotmányos keretek ezt a kérdést megnyugtató módon nem rendezik, nem rendezhetik, és figyelembe véve az Alkotmánybíróságnak a döntését, igazából az egyetlen jó megoldás az lenne, hogy akkor, amikor erre lehetőség adódik, nem ebben az esztendőben, nem is vagyok biztos, hogy ez 2015-ben megtörténhet, de a közeljövőben, középtávon mindenféleképpen szükség lenne egy új alkotmányra, amely sok mindent rendezne, sok minden rendezetlen kérdésre választ adna, de választ kellene adnia az önkormányzatiságra, az autonómiára, választ kellene adnia azoknak az elveknek az érvényesítésére, amelyek nélkül még erősebb önkormányzatok több feladattal és erősebb finanszírozással a mai keretek között elképzelhetőek ugyan, de nem olyan mértékben, mint ahogy mi szeretnénk, nem olyan mértékben, mint ahogy a romániai magyarok, mint ahogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szeretné. Ez lesz igazából a nagy kihívás a következő időszakban számunkra, hogy akkor, amikor az új alkotmány vitája elkezdődik, akkor, amikor újra kezdődik a közigazgatási régiók versus fejlesztési régiók vitája, akkor milyen érvekkel jövünk. És természetesen attól is függ, hogy milyen eredményre jutunk, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség akkor milyen pozícióban lesz a parlamenten belül, kormányzatban vagy kormányzaton kívül, reméljük, hogy a parlamenten kívül nem lesz, és természetesen attól is függ, hogy az önkormányzatokban milyen erővel fogunk rendelkezni. Ott leszünk az önkormányzatokban mindenhol, ahol ott lehetünk, az arányos képviseletet biztosítva, és az erős önkormányzatiságot elősegítve. A következő időszakra a kormányzatnak még van egy prioritása, az a 2014-es, 2020-as európai uniós alapoknak a felhasználása, a 2014-2020-as stratégiának a megalkotása. Az elmúlt hetekben, az elmúlt 3 hónapban, amióta kormányon vagyunk ismét Romániában, ezt a vitát tulajdonképpen a koalíciós partnereinkre rá erőltetve ismét elővettük, mert ez nem volt lezárva megnyugtatóan,
és próbáljuk ezen a stratégián keresztül úgy alakítani a dolgokat, hogy azok a források, azok az Európai Uniós alapok, amelyek rendelkezésünkre állnak 2020-ig, azokhoz más feltételek között, mint eddig, a kis települések, a kisvárosok is hozzájussanak, és ne legyenek föltétlenül versenyben, mondjuk a székelyföldi, de akár a partiumi kisvárosok olyan nagyvárosokkal, mint például Brassó, vagy Kolozsvár, esetleg Nagyvárad, hisz minden egyes esetben ezek a települések veszítenek, vagy veszíthetnek, hisz nem tudják tartani a lépést olyan erős versenytársakkal, mint mondjuk egy Brassó, vagy egy Kolozsvár. Tehát nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozottan lehessen ezeket az Európai Uniós alapokat felhasználni, illetve a határmenti együttműködésben újabb fejezetet tudjunk nyitani. Valamilyen mértékben azt gondolom, hogy erre már az első lépések megtörténtek, és amennyiben a stratégia elfogadását Brüsszelből úgy kapjuk vissza, ahogy mi javasoltuk, akkor biztos, hogy a következő időszakban a mi általunk vezetett önkormányzatok számára a magyar lakta vidékeken újabb lehetőségek fognak megnyílni. Röviden ennyit szerettem volna mondani azokról a gondokról, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Sokkal több problémáról lehet beszélni, gondolom megteszik itt a polgármester kollégák, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség színeiben itt lévő polgármestereink. Én köszönöm a lehetőséget Gémesi elnök úrnak, kívánok egy sikeres tanácskozást, találkozást itt Gödöllőn, és biztos vagyok benne, hogy a mostani találkozó is azokat a kapcsolatokat erősíti, azt az intézményes keretet erősíti, amely szükséges ahhoz, hogy a magyar-magyar együttműködés a nemzetpolitikának ezen a szintjén is hatékony legyen, és partnerekként tudjunk minden egyes kérdésben leülni, vitázni, véleményt cserélni, és sok-sok esetben döntést hozni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elnök úr mondta, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és az RNDS kötött egy keretmegállapodást, amit szeretnénk majd kitölteni, de természetesen a határon túli más magyar szervezetekkel is meg fogjuk ezt tenni. Én a világtalálkozó előtt voltam Felvidéken, voltam Kolozsváron, ezen a második találkozón a polgármesterekkel találkoztunk. Nem tudtam végigcsinálni azt a kört, amit szerettem volna. Természetesen Kárpátaljára is, meg Vajdaságba is el fogunk majd menni, és megpróbáljuk egy picit a Magyar Önkormányzatok Szövetségén keresztül kiszélesíteni ezt a kapcsolatrendszert, és annak talán valami szervezeti formáját is megtalálni. Ez egyébként a világtalálkozó tervezet záró nyilatkozatában, mint feladat, ott is van. Hölgyeim és uraim, folytatjuk akkor a előadások sorát. Államtitkár urat kérem előadása megtartására, miután egyébként gratulálok kinevezéséhez. Polgármestertársunk volt, és nem keveset voltunk egy bizottságban, a parlamentben, az önkormányzati bizottságban, ahol azért igyekeztünk az önkormányzatok érdekeit is a törvényhozásnál beépíteni a jogszabályjavaslatokba. Államtitkár úr, tiéd a szó, parancsolj. Köszönöm szépen, polgármester úr, elnök úr, miniszterelnök, helyettes úr, vezérigazgató helyettes úr, és hát kedves polgármester asszonyok, polgármester urak, kedves kollégák, én szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a tanácskozáson, ezen a találkozón, és hát gratulálok polgármester úrnak ahhoz, hogy immár 10. alkalommal van lehetőség egy ilyen konferencia megtartására. Én nagyon fontosnak tartom ezt, nem csak azért, mert előadások hangzanak el, és előadásokon keresztül talán újabb információk, talán újabb érvek, ismeretek juthatnak el közvetlenül a polgármesterekhez, hanem azért is, mert egy ilyen találkozón mi polgármesterek, tehát azok, akik végül is a feladatokat ellátjuk, azok egymás között is információt cserélhetünk, megbeszélhetjük, hogy mi az, amivel főzünk otthon, mi az, amivel dolgozunk, mi az, amit csinálunk. A bevezetőjében a polgármester úr utalt, vagy beszélt arról, hogy milyen fontosnak is tartja, és milyen fontos feladat is a polgármesteri feladat, és egy kicsit találva is érzem magam a bevezető kapcsán, amikor szintekről beszélt, politikai szintéről, szintekről. Én jó magam, 90 óta vagyok önkormányzat tagja,
és 4 ciklusban polgármester. Ráadásul nem függetlenként, hanem párt politikusként, párt színekben. Tehát jó magam ellenzékben, kormánypártok mellett is voltam polgármester, és én úgy gondolom, hogy a polgármesteri tisztség betöltése, a polgármesteri feladatok ellátása és más politikai szintér esetében nem feltétlenül kell vagy szabad szintekről beszélnünk. Egészen más típusú feladat egy polgármesteri feladat, meg egészen más típusú feladat nyilván az országgyűlési képviselőség. Jó magam abban a szerencsés helyzetben voltam, vagy időnként talán nehéz helyzetben, hogy mindkettőt betöltöttem, és hát egyszerre találkoztam a törvényhozás feladataival, a törvényalkotás okozta buktatókkal polgármesterként, és visszafele is igaz az, hiszen a polgármesteri munka minden rezdülését végül is a parlamenti munkában is érezhettem. Nagyon nehéz volt jó magamnak eldönteni azt, hogy melyik úton indulok el. Hát nyilván majd az idő eldönti, hogy szerencsés volt a választás részemről, vagy nem. De hát elnézést, hogy ezzel itt bevezetőként untattam önöket. Én azt gondolom, hogy a polgármesteri tevékenység, a polgármesteri munka az államnak, az országnak egy olyan tevékenysége, amellyel az állampolgárok, a köztünk élő emberek először találkoznak és frontvonalban találkozhatnak mindazzal, amit az állam kell, hogy szolgáltasson és nyújtson nekünk. A mai napra én azt a feladatot kaptam, hogy az önkormányzati feladat és hatáskör egységéről, az önkormányzati reform tapasztalatáról beszéljek. Hát ez egy óriási terület, gondolom ebben egyetértünk, és hát ennek akár részleteinek az elemzése is nagyon hosszadalmas lenne. Igyekszem röviden összefoglalni, röviden bemutatni azt, hogy mit is képzeltünk az elmúlt parlamenti ciklusban az önkormányzati, és nem csak az önkormányzati, mert nem választható szét, bár ugye mi önkormányzati emberek az önkormányzatokon keresztül éljük meg a mindennapokat, de mégis a teljes állam működése és az állam több szerepének, több szegmensének a változása is szükséges volt ahhoz, hogy adott esetben az önkormányzatok működésének az átalakításához eljuthassunk, illetve hogy önkormányzati reformról beszélhessünk. És anélkül, hogy egy néhány szót ne szólnánk arról, hogy honnan is indultunk, és egyáltalán mi volt az a folyamat, aminek révén valahogy 2010-2011 időszakára eljutottunk oda, hogy bizony nagyon rezgett a léc, és legyünk őszinték, és jó néhány, elsősorban ugye megyei önkormányzat esetében láthatóan nem csak rezgett a léc, hanem le is esett, hiszen a működés feltételei váltak tarthatatlanná. Tehát mi is az előzményünk, hogyan is lettünk önkormányzatok. Ugye a 90-es rendszerváltás, a jövőbe való bizalom, bizakodás hite és a múlttól való és a múlt eszközeinek, rendszerének a továbbvitelétől való félelem is határozta meg, vagy meghatározta azt, hogy milyen önkormányzati törvény alakult ki Magyarországon, és hogy milyen önkormányzatok felé indultunk. És nagyon szép volt, azt hiszem ez vitathatatlan, az az elgondolás, az az eszme, mely szerint minden, ami a helyben érintheti az önkormányzatokat, az helyben dőljön el, és minden, amit helyben szabályozni lehet, amit helyben irányítani lehet, azt helyben irányítsuk is. Ez a gondolat nyilván mind a mai napig nem változott. Ami viszont nagyon izgalmas, az, hogy mindennek a finanszírozása, az hogyan alakulhat. Ugye 90-ben, vagy a rendszerváltás táján mondjuk így, mindannyian azt gondoltuk, vagy legalábbis én azt hiszem, hogy a többségében azt gondoltuk, hogy a politikai változások, a szabadság beköszöntével mondjuk egy belátható időtartam alatt egy gazdasági fellendülés, egy gazdasági stabilitás is elérkezik, aminek során olyan anyagi feltételek teremtődnek, amely mind a magánszférában, de hát az önkormányzati területen is megteremti a továbblépés lehetőségét, megteremti a biztos működés és hát a fejlesztések lehetőségét. Hát ugye 24 évvel a rendszerváltás után is ma még azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok teendő van a gazdaságot illetően, és messze nem fejlődtünk annyit, messze nem tudtunk közeledni annyira a fejlett nyugati országokhoz gazdasági téren,
mint ahogy azt egyébként politikai, szabadságjogi, tehát mint ahogy ezt a közjogi értelemben elérhettük. És az önkormányzati feladatok ellátásában is azt gondolom, hogy ez okozta az elmúlt évtizedekben a legnagyobb nehézségeket. Ahhoz, hogy az önkormányzatok finanszírozását áttekinthessük, nyilván önök gyakorló polgármesterként nagyon jól tudják, hogy volt egy, én úgy tekintem, hogy egy aranykor, mondjuk a 91-92-es időszakban, amikor egyfelől a fejlesztésekhez gyakorlatilag alanyi jogon juthattak az önkormányzatok, amikor a helyben maradó bevételekkel a feladataikat bőven el tudták látni, azonban az állam a saját költségvetési problémái miatt ezt a ütemet nem tudta tartani, és hát folyamatosan elindult egy tulajdonképpen csiki-csuki jellegű játék, jöttek a feladatok, a finanszírozás pedig még az inflációt sem követte, és folyamatosan értéktelenedett el. Az állam nagyon sok esetben annak a közszolgálati rendszernek a kialakítását, amit egyébként saját maga nem tudott megoldani, nem voltak meg a források, azt finanszírozás nélkül, pénzügyi lehetőségek nélkül átadták az önkormányzatoknak, és ezek egyre nagyobb terhet is róttak a településekre. Mind emellett az, hogy a települések feladataikat teljesen érthető módon egyébként igyekeztek minél jobban ellátni, és minél több feladatot helyben ellátni, még akkor is, hogyha ezt egy adott településméret nem feltétlenül teszi lehetővé, ez tovább erősítette a finanszírozási feszültségeket. Végül is a hitelekről és az eladósodásról még egy kicsit majd beszélni fogok. Nagyjából azt érzékelhettük, hogy a 2004-2005 táján szabadult el igazán az önkormányzatok esetében a finanszírozás hiánya, illetve hát akkor kényszerültek az önkormányzatok leginkább már a hitelek felvételére, és akkor már nem csak a fejlesztési, hanem a működési költségek finanszírozására is. És hát ennek következményeképpen jutottunk el 2010-2011-be oda, hogy tulajdonképpen majdhogy nem működésképtelenné vált a rendszer, illetve az úgynevezett önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések megsegítésére szánt források tartották életben nagy részt, vagy jelentős részben, különösen a kisebb önkormányzatokat, illetve biztosították a működést. Az önkormányzati rendszer átalakítása, megreformálása mellett állami feladatok átalakítása és megreformálása is szükségessé vált. Ezeknek az együttes vizsgálata lenne igazán hasznos, ezeknek az együttes vizsgálata lenne igazán, azt gondolom, hogy jó arra, hogy belelássunk pontosan abba, hogy mi is történt. Nyilván a jelenlegi időkeretek ezt nem teszik lehetővé, tehát akár a közszolgáltatás reformjáról, átalakításáról, akár a közoktatás, fenntartói változásairól érdemes és kell is beszélni, és ennek a finomítása is nyilvánvalóan az elkövetkező időszak feladata lehet. Lényeg az, én azt gondolom, hogy megkezdődött és tulajdonképpen nagyjából lezáródott az önkormányzati feladat és hatásköri rendszer átalakítása. Én úgy gondolom, hogy jól lehatárolásra került, és érzékelhetően lehatárolásra került az is, hogy különböző település méretekhez, különböző települési feladatok azok, amelyek elvárhatóak és megvalósítandóak, és egy járási székhely, egy nagyváros, egy megyejogú város esetében többlet feladatokat is el kell látni, és ennek a forrásait. Adott esetben a település saját forrásaiból is biztosítania kell. Nyilván ezek között rengeteg vitatott elem van. Én magában a jelenlegi helyzetben és költségvetési forrásokat figyelembe véve, én azért úgy látom, hogy összességében ezek az irányok beváltották a szükséges, vagy az elvárt követelményeket, elvárt igényeket. Nagyjából 21, illetve egészen pontosan 21 feladatcsoportba került összefoglalásra
azon közszolgáltatások köre, amelyeket az önkormányzatoknak mindenképpen el kell látni, ami a működésükhöz, ami a működésükben meg kell, hogy jelenjen, és én azért úgy érzékelem, vagy úgy értékelem, hogy a sarkalatos törvényben ezeknek a megjelenítése arra is garancia, hogy a továbbiakban olyan feladat átadás, olyan feladat az önkormányzatok felé nem közvetítődhet, amelyekhez a szükséges forrást az állam nem biztosítja. Nem vitatható az, hogy az állam, a kormányzat továbbra is elkötelezett az önkormányzati autonómia biztosításában, és azt szeretnénk, hogyha a helyi közügyeket minél magasabb színvonalon tudjuk biztosítani, de azt is tudjuk, amiről polgármester úr is beszélt, az alkotmánybíróság elnök ura is beszélt, hogy mindez a polgármesterek és az önkormányzatok aktív közreműködése nélkül nem működhet. Ugye a finanszírozásról már beszéltem, bele kaptam a finanszírozásra. Egy olyan modellt szeretnénk megvalósítani, és egy olyan modellt indítottunk el, amikor is adott feladathoz adott finanszírozást biztosít az állam. A belügyminisztérium feladatkörébe tartozó feladatok esetében ez a feladatfinanszírozási rendszer, én úgy látom, hogy összeállt. Az EMMI esetében szabályozott feladatoknál még szükség van ezeknek a pontosítására, ezeknek a forrásoknak a kiszámítható és biztosan tervezhető módon történő megjelenítésére. Ha a feladatfinanszírozás teljes egészében összeáll, és én úgy értékelem, hogy ezhez igen közel vagyunk, akkor a működése, az önkormányzatok működése az biztosított anélkül, hogy működési hiteleket kelljen felvenni. Tudjuk azt, és hát az előző ciklusban is ez érzékelhető volt, hogy maga a szerkezet átalakítás hozott magával konfliktusokat, ezért a szerkezet átalakítás miatt szükséges kiegészítésekre egy tartalék került a költségvetésbe tervezésre, és ennek a tartaléknak a felhasználása a beérkezett igények alapján, a beérkezett igények mérlegelése alapján és megvizsgálása alapján meg fog történni. Nyilvánvalóan minden önkormányzat működését biztosítani tudjuk, és biztosítani is fogjuk. A hitelek átvállalása, az önkormányzati szférából való hitel elvonás vagy átvállalás, az úgy gondolom, hogy a magyar önkormányzatok 23-24 éves történetében ez egy történelmi jelentőségű lépés volt. Bár én azért visszautalnék arra, hogy már volt egy jelentős pénzügyi injekció az önkormányzatok részére a 2000-es időszakban, az első Orbán kormány idején. A gázközmű vagyon privatizálását követően az önkormányzatokat megillető részt, ugye abban az időszakban kaptuk meg. Ez akkor rendkívül komoly forrás volt azon önkormányzatoknak, akik ebben részt vettek, és rendkívül komoly fejlesztési forrás. Egyébként ez is egy eleme volt annak, hogy akkor volt fejlesztési forrás, és akkor még nem elsősorban a hitelekre támaszkodtak az önkormányzatok. Egyébként a hitelmutató, vagy az adósságmutató azért rendkívül izgalmas, hiszen 2002 és 2005 között olyan 200-250 milliárd forint értékű adósságállománnyal működtek az önkormányzatok. 2006-ban már 491 milliárd volt az adósságállomány, 2010 végére pedig 1,2 milliárd forint volt az adósságállomány, ami hát láthatóan vagy érezhetően rendkívül nagy növekedés mutatott. Ráadásul ugye tudjuk, hogy ennek jelentős része devizában felvett hitel volt az összes ezzel kapcsolatos problémarendszer miatt. Tehát én azt gondolom, hogy bár az önkormányzati finanszírozás, az önkormányzati feladatok szabályzása szempontjából ez nem a reform eleme, de az önkormányzatok léte és működése szempontjából ez egy rendkívül fontos és rendkívül nagy léptékű dolog, hogy a hitelállományt az állam átvállalta. Nagyon régi vita, vagy folyamatos vita volt, hogy most az önkormányzatok jól gazdálkodtak, vagy rosszul, vagy miért vették fel a hiteleket, vagy miért nem. Ha csak azt teszem ezek mellé a számok mellé, hogy 2000,
2004 és 2010 között, én ha jól emlékszem, az önkormányzati szövetség számítása szerint is, de az ÁSZ adatai szerint is több mint 1000 milliárd forint forrás kivonás történt az önkormányzati szférából. Tehát annyi pénzt elvont az állam az önkormányzati szférából, akkor megvan az, hogy miért vettek fel az önkormányzatok, ugye több mint 1000 milliárdot, tehát nagyon óvatosan bánnék én azzal a kijelentéssel, hogy azok, akik hiteleket vettek fel, azok felelőtlenül gazdálkodtak volna. Nyilván nagyszámok törvénye alapján ilyen is belecsúszik, de összességében alapvetően az Európai Uniós források kiegészítésére, fejlesztésekre, és hát a nagyon nehéz helyzetben működésre vettek fel az önkormányzatok hiteleket. Ha a Pest megyei önkormányzatot nézzük, a Pest megyei önkormányzat elveszítette az illeték bevételeit, a havi finanszírozása nem volt elég a havi bérekre. Nyilvánvalóan a működést valamilyen módon igyekezett megoldani, azért nagyon nehezen okolható mondjuk egy közgyűlés, hogy miután kihúzták aluluk a finanszírozást, hogy az illetékbevételek államosítva lettek, onnantól kezdve a működését csak hitelekkel volt képes finanszírozni. Viszont ez azt mutatta, hogy a feladatokat át kell gondolni, és a kormányzat azt vállalta fel, annak az összes konfliktusát vállalta fel, hogy nem azt az egyszerű utat választjuk, ez sem egyszerű, nyilvánvalóan, de nem azt az egyszerű utat választjuk, hogy betömjük a pénzügyi lyukakat, aztán megint kihúzzuk valameddig, hanem egy olyan struktúrát, egy olyan szerkezetet szeretnénk biztosítani, ami tartósan biztosítja, tartósan produkálja az önkormányzatok működőképességét, és megkívánjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy ezek mellett a fejlesztések is megfelelő alapot kapjanak, hiszen jó magam is polgármesterként is nagyon jól tudom, hogy a településeken élők az egész állam működését és a saját környezetüket és a saját életüket nagyon nagy részben azt szerint élik meg, hogy a településük mennyire képes állni a versenyt más településekkel, és mennyire képes a fejlesztéseket végigvinni. Hát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester kollégák, én bízom abban, hogy ha nagyon tömören is és zanzásítva is, de sikerült arról némi információt adnom, hogy mit is gondolunk arról a folyamatról, ami mögöttünk van, mit is gondolunk arról a folyamatról, amelyben benne vagyunk, amely reményeink szerint rövidesen lezáródik, és sikerült megerősíteni önökben azt, hogy a kormányzat érdekelt abban, hogy az önkormányzatok stabilan működjenek, érdekelt abban a kormányzat alapvető érdeke, hogy az önkormányzatiság feltételei teljesüljenek, ennek a lehetősége meglegyen, és érdekeltek vagyunk abban továbbra is, hogy az önkormányzati szövetségekkel, az érdekképviseletekkel a szükséges egyeztetéseket, vitákat, ha szükséges, azokat lefolytathassuk, és ezzel is szolgáljuk, a kormányzat szolgálja az önök munkáját, hogy önök szolgálhassák azoknak a polgároknak a életét, lakhatását, akik önöket a településük élére megválasztottak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Igényt is fogunk tartani, és itt nyelvű elnök úrra néztem. Annál a mondatodnál, amikor azt mondtad, hogy igényt tartasz és tart a kormány a önkormányzati szövetségek véleményére, mi is igényt tartunk arra, hogy partnerként tudjunk egymáson segíteni. Szerintem vannak közös felületeink és dolgaink, és ebben össze tudjuk tenni az erőnket. Akkor biztos vagyok benne, hogy hatékony munkára lesz lehetőség a te általad most felvállalt 4 éves ciklusban. Köszönöm szépen a gondolataidat, és dr. Benedek Máriát kérem, arra az ÁSZ felügyeleti vezetőjét, előadását tartsa meg. Magyar Önkormányzatok Szövetsége mindig is azt mondta, hogy az ÁSZ nem egy mumus, nem egy ellenség, hanem partner. Így is működünk együtt, hiszen konzultálunk rendszeresen annak vezetőivel, és az a jó együttműködés, amennyiben az ÁSZ nyilván az észrevételével szakmai segítséget ad a munkánkhoz. Ez történt az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy ilyen irányban is megyünk majd tovább, és hogyha a technika összeáll, akkor dr. Benedek Mária meg is kezdi az előadását. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit szeretettel köszöntök.
kiemelten Pacolai Péter elnök urat, illetve Gémessy elnök urat, és engedjék meg, hogy elsőként Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének köszönetét tolmácsoljam ezért a megtisztelő lehetőségért, és eredményes szakmai konzultációt kíván önöknek erre a polgármesterek 10. világtalálkozójára, és igyekszem az ÁSZ elnöke által kapott mandátum alapján önöknek egy átfogó képet nyújtani az Állami Számvevőszék önkormányzati ellenőrzésben betöltött szerepéről. Úgy néz ki, hogy a technika nem mindig szeretné ugyanazt, amit mi. Elsőként engedjék meg, hogy nyilván önök előtt ismert az Állami Számvevőszéknek a jogi helyzete, hogyan is alakul Magyarország államigazgatásában. Jogalapját, jogállását tekintve az Állami Számvevőszék egy független szakmailag is, és az országgyűlés kizárólagos pénzügyi gazdasági ellenőrző szerve. Ezen jogállását tekintve és feladatrendszerét tekintve fogalmazta meg a legfőbb küldetését, amely nem szól másképpen, mint sem úgy, hogy a munkájával, az ellenőrzéseivel szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseket végezzen, és ezzel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és hozzájáruljon a jó kormányzáshoz. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel alapértékei között segíti az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését. Az önkormányzatok ellenőrzése során azok pénzügyi és gazdasági helyzetét értékeli, kockázatait feltárja, és az önkormányzati ellenőrzések során az ellenőrzött önkormányzatokat kockázatelemzés alapján választja ki. Szerepet vállal az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel a korrupció és a csalás elleni küzdelemben, közreműködik a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek a beazonosításában, azok alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. Ilyen stratégiai célkitűzések alapján kijelenthetjük, hogy ma Magyarországon társadalmi érdek ellenőrzés alá vonni a korábban ellenőrizetlen területeket, ugyanis az elmúlt évtizedekben nem került sor az önkormányzati alrendszer Állami Számvevőszék általi teljes körű átfogó ellenőrzésére. A rend értéket teremt alaptézist szolgálja az Állami Számvevőszék ellenőrzési célkitűzése is, amely nem szólhat másképp, mint sem, hogy az ellenőrzéseink elért eredményei hozzáadott értéket teremtsenek, a közpénzek felhasználásában egy kimutatható megtakarítást és a gazdálkodás javítását tudják eredményezni az önkormányzatok munkájában is. Az integritás erősítése igen jelentős célkitűzése és feladata az ÁSZ ellenőrzésnek is. A korrupció megelőzésében a belső kontrollrendszer kulcsszerepét hangsúlyozza az Állami Számvevőszék, vagyis a jól működő belső kontrollrendszer nagy mértékben elősegíti a korrupció megelőzését, a korrupció elleni új megközelítésű küzdelem gyakorlattá válását, a kockázatok önkormányzati munkában való mérséklését, és a mérséklésre alkalmas integritás kontrolloknak a kiépítését és működtetését. Szeretném önöket megismertetni azzal, hogy az Állami Számvevőszék az önkormányzatok területén jelenleg az ellenőrzési terve alapján milyen ellenőrzéseket végez. Jelenleg ellenőrizzük az önkormányzatok társulásának és feladatellátásának szabályszerűségét, a belső kontrollrendszer szabályszerűségét, a pénzügyi gazdálkodási helyzetet értékeljük, valamint a gazdálkodás szabályosságának ellenőrzését. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása
szabályszerűségének ellenőrzését is végezzük, továbbá a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának szabályszerűségét, valamint az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátásának ellenőrzése is folyamatban van, illetve megkezdődtek az utóellenőrzések is. Az állami számvevőszék ellenőrzési tervében szereplő önkormányzati ellenőrzések együttesen képezik az államháztartás önkormányzati alrendszere gazdálkodásának külső ellenőrzését az ÁSZ részéről, és adnak teljes képet az önkormányzati alrendszer gazdálkodásáról. A következő szlájdon az általam előbb elmondottakat láthatják egy kicsit szemléletesebben, ábrás kivetítésben. Talán csak annyit szeretnék érdekességképpen elmondani, hogy a tavalyi évben az állami számvevőszék által nyilvánosságra hozott jelentéseknek 90%-át darabszámában 174 darab jelentést bocsájtottunk ki az önkormányzati alrendszer ellenőrzési területéről. Én szeretném önöket megismertetni egyenként az egyes ellenőrzéseinkkel és annak ellenőrzési tapasztalataival. A pénzügyi helyzet ellenőrzését kezdtük meg elsőként 2011-ben 4 települési önkormányzatnál, majd itt természetesen próbajelleggel, majd folytatódott 19 megye és 23 megyei jogú város pénzügyi helyzetének ellenőrzésével. 2012-ben 71 települési önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzését folytattuk le, és hoztuk nyilvánosságra az előszóló jelentéseket. 2013-ban további 36 önkormányzatnál folytattuk az ellenőrzést, ebből már csak egy van folyamatban, a 35 jelentést itt is már nyilvánosságra hozta az állami számvevőszék. Ellenőrzési tapasztalataink csak lényegkiemeléssel, mit is láttunk? A 4 fő pénzügyi kockázat továbbra is fennáll, gyenge működési jövedelemteremtő képességet láttunk, a bevételek és kiadások egyensúlyának hiányát láttuk, a pénzügyi lehetőségeket meghaladó mértékű önként vállalt feladatok továbbra is, lejárt szállítói tartozások, a polgármesterek nem tájékoztatták minden esetben a képviselőtestületet a 60 napon túli lejárt tartozásokról, és a 90 napon túl lejárt tartozások ellenére nem kezdeményezték az adósságrendezési eljárás megindítását. Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére egyértelműen kedvező hatást gyakorolt az adósságkonszolidáció, amelyről már hallhattunk is. Ezt követően alapvető fontosságú az adósságállomány újratermelődésének megakadályozása. Továbbra is működési egyensúly megteremtése és fenntartása az elsődleges feladat. Az állami számvevőszék ellenőrzéseiben e célok elérését támogatja olyan javaslatok megfogalmazásával, amelyek megvalósításával az önkormányzatok pénzügyi helyzete javulását és az adósság konszolidációval együtt tartós pénzügyi egyensúlyi helyzetet eredményezhetnek. Ezen ellenőrzési célok elérése érdekében 2013-ban az állami számvevőszék ütemezetten megkezdte a pénzügyi ellenőrzések utóellenőrzését. Ez egy új ellenőrzési forma, ugyanis az állami számvevőszéknek 2011. július 1-én lépett hatályba az új törvénye, amely megszüntette az ellenőrzéseknél a következmények nélküli ellenőrzések világát. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzésekről készült jelentések nyilvánosságra hozatalát követően az ellenőrzött szerv vezetőjének, tehát a polgármestereknek a jelentés készhezvételét követő 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük, és ezt megküldeni az állami számvevőszék részére. Az állami számvevőszék megfelelő felülvizsgálatot követően a folyamat végén elfogadja az intézkedési tervben tervezett intézkedéseket, amennyiben azok alkalmasak a feltárt szabálytalanságok, hibák, hiányosságok kijavítására. Egyidejűleg erről értesíti a polgármestereket, és arról is értesíti az ÁSZ elnöke,
a polgármestereket, hogy utóellenőrzés keretében az ÁSZ-törvény adta jogi keretek között ellenőrizheti az intézkedési tervben tervezett intézkedések végrehajtását, annak szabályszerűségét. A 2012 évben ellenőrzött 71-ből 55 önkormányzatnál van jelenleg folyamatban a pénzügyi helyzet utóellenőrzése. 2013-ban megkezdtük az önkormányzatok vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Jelenleg 34 jelentést már nyilvánosságra hoztunk, és még 15 ellenőrzésünk folyamatban van. A legfőbb tapasztalataink ezen az ellenőrzésen belül a vagyongazdálkodás szabályozásának hiányossága. Különösen azoknál az önkormányzatoknál jellemző, ahol korábban az ÁSZ nem ellenőrizte a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését, illetve annak szabályszerűségét. A földhivatali nyilvántartás és az önkormányzati ingatlan vagyon kataszter közötti egyezőség teljes körűen az esetek többségében nem állt fenn. Elemi beszámolók közzététele elmaradt. A kötelezettségvállalás, illetve az azt megelőző ellenjegyzés, a teljesítésigazolónak a kijelölése és az utalványozásnak a hiányát láttuk a pénzügyi közpénzelköltés szabályszerűségének ellenőrzése során. A pénzügyi és a vagyongazdálkodás ellenőrzésének egy új típusú komplex ellenőrzését is bevezeti az állami számvevőszék. 2011-ben a pénzügyi helyzet megítélésével indult az önkormányzati ellenőrzéseknek a sora, és a nagy vagyonnal rendelkező, magas kockázatú önkormányzatok esetében a vagyongazdálkodás ellenőrzésével folytattuk második lépésként. Az ÁSZ 2014 évi első féléves ellenőrzési terve alapján azonban az ellenőrzések eddigi tapasztalatait felhasználva a pénzügyi helyzetet és a vagyoni helyzetet együtt fogjuk értékelni. Az önkormányzati gazdálkodás fenntartható pályára állításának támogatását egy hármas ellenőrzési fókusszal segítjük elő: a pénzügyi helyzet, a vagyongazdálkodás és a belső kontroll rendszer ellenőrzési tapasztalataival. 2011. január 1-től még a régi ÁSZ-törvény módosításával jogalapot teremtett a jogalkotó arra, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok teljes körű ellenőrzését megkezdhesse és folytathassa az állami számvevőszék. 2011-ben a BKV ellenőrzésével indult ezen típusú ellenőrzés, majd egészen napjainkig 21 jelentést hoztunk nyilvánosságra. 2013-ban nyilvánosságra hozott jelentéseink közül a lényegesebbek: a fővárosi közterület fenntartó ZRT ellenőrzéséről, a közlekedési társaságok közül Debrecen, Miskolc és Szeged közlekedési társaságainak ellenőrzéséről készült jelentések, és a színházak közül 4 vidéki és 13 fővárosi színház ellenőrzési jelentését hoztuk nyilvánosságra. Jelenleg 24 ellenőrzés van folyamatban ezen a területen. Az alapvető tapasztalataink a közösségi közlekedési feladatok ellátásához a közvagyon biztosítottságát tapasztaltuk, a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos hiányosság fennállását, továbbá a beruházáshoz kötődő szabálytalanságok feltárására került sor az ellenőrzések során. Az új ÁSZ-törvény 2011. július 1-től történő hatályba lépésével lehetőséget biztosított az ÁSZ részére az önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzésére. Jelenleg 24 társulásnál folytatunk ellenőrzést a távhőszolgáltatás és a hulladékgazdálkodás profil területén. Ezeknél az ellenőrzéseinknél hármas célkitűzésünk: egyrészt a települési önkormányzatok által megkötött társulási megállapodások, a társulások működése szabályosságának és a szabályszerű feladatellátás társulás által történő biztosításának az értékelése. Ezen ellenőrzésünk indokoltsága és várható eredménye néhány pontban összefoglalva úgy fogalmazható meg: megkezdődött az önkormányzati rendszer reformja,
Az egyes önkormányzati szintekhez telepített kötelező és nem kötelező feladatok újra szabályozása, társulások szerepének átgondolása, a jogalkotó segítése az elfogadott új jogszabályok pontosításában, az új jogszabályok megalapozottságának értékelésében, a szabályozási válaszok elégségességéről és megfelelőségéről következtetések levonása, mindezek az ellenőrzési tapasztalatok alapján rendelkezésünkre fognak állni, és ezzel tudjuk támogatni egyrészt a jó kormányzást és a törvényalkotást. Ha visszaemlékeznek, az előadásom elején egy igen színes, összetett ábrát láthattak az önkormányzati ellenőrzésekről, és az is mutatta, hogy ráépülő ellenőrzésként, mint egy egyablakos ellenőrzés keretében valósítottuk meg a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. Tehát ahol kint voltunk belső kontroll, illetve vagyongazdálkodás ellenőrzésén, és ott az önkormányzatnál működtek nemzetiségi önkormányzatok, azok ellenőrzése is megtörtént. A mai napig 155 nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését folytattuk le, és 117 esetben nyilvánosságra is hoztuk a jelentéseket. Itt a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának 2011-12 évben történő szabályszerű, hatályos jogszabályoknak megfelelő voltát ellenőriztük. Néhány gondolat az ellenőrzési tapasztalatainkról ezen a téren is. A teljesség igénye nélkül. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás tartalma nem teljes körűen felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A polgármesteri hivatal szabályzatai és annak hatálya nem terjed ki a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladataira. A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, hiányos tartalmú szabályzatokat láttunk. A jegyző a jogszabályban előírt határidőn túli kincstári adatszolgáltatásokat teljesített, továbbá a jegyző nem biztosította a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzést, és sajnos itt a helye, mert nem egyedüli ellenőrzési tapasztalat volt, hogy a feladat alapú támogatás felhasználásának elszámolása nem a jogszabályi előírások szerint történt, és egyes esetekben a felhasználás is jogszerűtlen volt. Az ellenőrzött területeket beazonosítottuk kockázati jelentőségű területek vonatkozásában is, és kockázatot jelentenek az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, jogszabályban előírt kötelező feladatok ellátásának elmulasztása, gyengén működő pénzügyi kontrollok, tehát a teljesítés, igazolás és érvényesítés, ami a közpénzkifizetés szempontjából alapvető fontosságú lenne, és jogosulatlanul végzett hatósági tevékenységek, amelyek kockázatos területként azonosítottunk be. Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzése a következő ellenőrzési területünk és típusunk. Itt legfontosabb célja az állami számvevőszéknek az átláthatóság, a rendezettség és az integritás elősegítése. A szlájdon láthatják színessel a belső kontrollrendszer 5 területét, ezen 5 területet egyenként is és összességében is értékel az állami számvevőszék, és ez alapján minősíti az adott önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét. Az állami számvevőszék ezen a területen is, mint említettem, kockázatelemzéssel választja ki az ellenőrzött területeket. 2012-ben indította az első ilyen témájú ellenőrzéseket, és 2012-ben 38 önkormányzatot ellenőrzött. Ennél a 38 önkormányzatnál már az intézkedési tervek is elfogadásra kerültek, tehát lezárult teljes körűen az ellenőrzés. A 12-es ellenőrzési tapasztalatok felhasználásával 2013-ban megújított program alapján folytattuk az önkormányzatok belső kontroll ellenőrzését. Itt 64 önkormányzat ellenőrzését indítottuk el, ebből a mai napig 56 jelentést hoztunk nyilvánosságra, az elkövetkezendő 2 hétben további 6 jelentést nyilvánosságra hozatalára kerül sor, és még 2 településen van folyamatban jelenleg a belső kontroll ellenőrzés. Csak címszavakban és tényleg a lényeget kiemelve szeretném itt is elmondani az ellenőrzési tapasztalatainkat.
A gazdasági programról már hallottunk előttünk elhangzott előadásban. A gazdasági program előterjesztésének elmulasztását tapasztaltuk nem kevés alkalommal az ellenőrzött önkormányzatok esetében. A kötelezettségvállalások a polgármester részéről ellenjegyzés nélkül történtek, vagy nem írásban, vagy mindkettő fönnállt. 2012. március 31-től a kötelezettségvállaló jelöli ki a teljesítésigazolót, és abban az esetben, amikor a polgármester a kötelezettségvállaló, az ő felelőssége kijelölni a teljesítésigazolót, ellenőrzési tapasztalatunk, hogy a teljesítésigazoló kijelölése nem történt meg. Éves ellenőrzési jelentésnél azt tapasztaltuk, hogy nem a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg lett előterjesztve, mint ahogy ezt a hatályos jogszabályok előírják, és a jegyző munkaköri leírása vonatkozásában pedig a polgármester nem készítette el, vagy nem került csatolásra kinevezési okmányhoz. Mivel az önkormányzatokról szóló törvény a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester teszi felelőssé, ezért a legtöbb esetben az ÁSZ-nak javaslatot kellett megfogalmaznia a polgármesterek részére az önkormányzat gazdálkodásának figyelemmel kísérése érdekében. Az ellenőrzési tapasztalataink alapján az ellenőrzött önkormányzatoknál nem mindegyik esetben kellett a polgármesterek részére az ő feladat és hatáskörükben feltárt szabálytalanságok miatt javaslatot megfogalmazni, azonban minden esetben kellett a jegyző számára javaslatot megfogalmazni a feltárt szabálytalanságok miatt. Ha két pontba szedve szeretném kiemelni, akkor azt mondom, hogy a belső kontrollrendszer szabályozására, annak a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségére kellett, hogy kialakítsa, kiegészítse és aktualizálja a szabályozásokat. Továbbá intézkedési kötelemre tettünk javaslatot a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kulcskontrollok, a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés vonatkozásában, valamint a belső ellenőrzés szabályszerű működésére. A jogi szabályozás 2013. január 1-től megváltozott, és valamennyi munkáltatói jogkört a polgármester hatáskörébe helyezte a jegyzők vonatkozásában. Ezért a polgármesternek minden esetben, ha a polgármesteri hatáskörben szabálytalanságot nem is tártunk föl, meg kellett fogalmaznunk azt a javaslatot, hogy gondoskodjon a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása, valamint a kulcskontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok és szabálytalanságok, valamint a belső ellenőrzés jogszabályi előírásainak nem megfelelő működése vonatkozásában az esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmények kivizsgálásáról, és a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Tehát kicsit humorosan próbálja a kis rajz ábrázolni, hogy csípje fülön, amennyiben szükséges a jegyzőt a szabálytalanságok és a mulasztások miatt. És nagyon sematikusan, egy kis kördiagrammal ábrázolnánk a 12-es és a 13-as évben végzett eredmények, belső kontroll ellenőrzési eredmények szemléltetését. Talán az alsó kördiagramokat emelném ki, ahol a közpénzek kifizetése szempontjából lényeges kulcskontrollok az ellenőrzött önkormányzatok esetében 2012-ben 86%-ban gyengén működtek, 2013-ban pedig 98%-ban gyengén működtek. Itt nagyon fontos elmondanom, hogy az ellenőrzöttek kiválasztása kockázatelemzés alapján történt, és ezek az eredmények alátámasztják a kockázatalapú kiválasztást. Azonban a kockázat elemzésből adódó kiválasztás miatt ez a kép nem általánosítható az önkormányzatok valamennyi önkormányzati résztvevőre. Ezen kördiagramokban a belső ellenőrzés működését, valamint az önkormányzatok kockázati besorolását szemléltetjük önöknek. A kockázati besorolásnál a magas és a kiemelten magas kockázat között csak árnyalatnyi különbség van. Sajnos 2012-ben 81%-a, 2013-ban pedig az ellenőrzött önkormányzatok 73%-a minősült
magas vagy kiemelten magas kockázatúnak a belső kontroll ellenőrzés szabályszerű működését tekintve. És végül engedjék meg, hogy az ellenőrzés hasznosulásáról néhány mondatot megosszak önökkel. Már említettem, hogy 2011. július 1-én lépett hatályba az új ÁSZ-törvény, amely megszüntette a következmények nélküli ellenőrzést, és ennek a jogi változásnak kézenfogható és pozitív hozadéka van, ugyanis az önkormányzatoknál közvetlen és közvetett hozzáadott értékben is mérhető tapasztalataink vannak abban, hogy az önkormányzatok ellenőrzött területeinek szabályozottsága és működésének megfelelősége javul és javult, és lehetővé válik a jogszabályi célok elkerülése. A nem ellenőrzött önkormányzatok is átveszik önkéntes szabálykövetéssel a jó gyakorlatokat, és az állami számvevőszék kockázat alapú mintavétellel történő ellenőrzése ugye nagy számosságú ellenőrzési számot tesz lehetővé, és ennek is jelentős visszatartó hatása van, tehát az önkormányzatok törekszenek egy szabályszerűbb működésre. És itt hadoztam meg önökkel, hogy az elmúlt évben, 2013-ban az állami számvevőszék a közigazgatás és igazságügyi minisztériummal közösen valamennyi megyére, tehát a 19 megye és a főváros területén, megyeszékhelyeken, kormányhivatalok közreműködésével egy szeminárium sorozatot szervezett, ahol ezen ellenőrzésnek az ellenőrzési tapasztalatait osztotta meg a polgármesterekkel, jegyzőkkel, belső ellenőrökkel. És igen, az előbb elmondott hasznosulásokat jelentősen megerősítő és visszaigazoló tájékoztatásokat kaptunk. És nagyon fontos az ellenőrzéseinknek egy olyan hozadéka, hogy megfelelő számú önkormányzati ellenőrzés esetében lehetősége nyílik az ÁSZ-nak javaslatot tenni jogszabálymódosításra, jogszabályi koherencia vagy egyértelmű jogi szabályozás érdekében. Az állami számvevőszéknek önök előtt is bizonyára ismert, hogy mindegyik jelentése nyilvános. Az ÁSZ hírportálján keresztül folyamatosan tájékoztatást adunk az ellenőrzési munkánkról minden fázisában. Ez az a nagyfokú átláthatóság igen komoly visszatartó erővel bír az ellenőrzöttek vonatkozásában is, és a jelentésekkel kapcsolatos híradások minden közpénzfelhasználót arra emlékeztetnek, hogy előbb vagy utóbb az állami számvevőszék ellenőrzése ki fog terjedni rájuk is. Amint a diagramot láthatják, folyamatosan évről évre emelkedő tendenciát mutat az ÁSZ hírportálon közzétett híreinknek a száma. És végezetül engedjék meg, hogy egy kis kedves idézettel búcsúzzak, amelyből inkább azt emelném ki, hogy a közpénz jelen társadalmunkban az egyik nagyon fontos védendő érték, de amikor kinyílik a pénzes ládikának a teteje, ne felejtsék el, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy a közpénzt is szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes módon kell elköltenünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, és valóban az utolsó mondat megszívelendő számunkra is. Azt gondolom, hogy a szabályszerű gazdálkodás mindannyiunk közös érdeke. Sisák polgármester úr, Sisák Imre polgármester úrat szólítom. Pásztó polgármesterét, mindig egy polgármester összefoglalja a mi véleményünket a nyitó plenáris ülésen, erre kérem fel. Kérem, legyünk türelemmel egy picikét, megcsúsztunk valóban a délelőtti programmal, és a polgármester előadása után jönnek a díjátadások, és nagyon szeretném, hogyha ez nagyon szép ünnepélyes része lenne a délelőttnek. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, államtitkár úr, kedves polgármester asszonyok és urak, tisztelt jelenlévők! Nagy öröm számomra, hogy magam is részese lehetek és részt vehetek abban a munkában, ami a jubileumi 10. Magyar polgármesterek világtalálkozóján folyik a mai és a holnapi nap folyamán is. Én magam Pásztó városából érkeztem, amely egy 9520 lakosú Nógrád megyei kis település, 89 kilométerre Budapesttől, a pásztói járásnak a központi települése,
26 település tartozik ide, mintegy 33 ezer lakójával. Pásztót a Mátra nyugati kapujaként, Palócország egyik gyöngyszemeként tartják számon. Több mint 1000 éves múltra tekintetünk vissza, hiszen Árpád vezér hadai, Szórád, Kadocsa és Huba fejedelmi vezérek vezetésével innen indultak Nógrád, Hont és Nyitra vidékének a meghódítására. Azért tekintetünk vissza több mint 1000 éves múltra, mert a pásztóra érkező bencések és ciszterciek jelmondatát pásztó lakói jól az emlékezetükbe vésték. Ez így hangzik. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, valamint ardere et lucere. Lángolj és világíts. Hát a pásztóiak mindig dolgoztak, imádkoztak, hittek a Jóistenben, és ezért a mai napon is egy virágzó szép kis településen élünk. Dr. Pacsalai Péter úr, az Alkotmánybíróság elnöke már előadásában említette, hogy Magyarország új alaptörvénye hogyan szabályozta az önkormányzatoknak a jogait, kötelességeit, illetve hát inkább a feladat és hatásköröket szabta meg. Sokkal szűkebbek ezek a szabályok, én magam elnök úrral tökéletes mértékben egyetértek. 2 évvel ezelőtt ugyanígy tartottam előadást, kérdőjelek az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban. Ez volt a címe az előadásomnak. Akkor következett el az az időszak, amikor az új önkormányzati törvényt, a 2011. évi 189-es törvényt elemezhettük, és az önkormányzati törvény 117-118 paragrafusában szabályozott feladatfinanszírozási rendszernek a rejtelmeit próbáltuk mi magunk is elemezgetni. 2 évvel elteltével most már megállapíthatjuk, hogy ha a finanszírozást nézzük, ha hazánkban nem is érkezett el az önkormányzatok számára a kánán, de biztos pénzügyi alapokon nyugszik az önkormányzati rendszer. Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes úr arról beszélt, hogy Romániában arra törekszenek, hogy lehetőség szerint a szubszidialitás elvét figyelembe véve decentralizálják az állami feladatokat, és az önkormányzatok minél több feladatot helyben láthassanak el. Hát kedves barátaim, tisztelt kollégák, azt gondolom, hogy Magyarországon az új önkormányzati törvény és más kapcsolódó jogszabályoknak a bevezetésével ennek pontosan az ellentétjét láthatjuk. Magyarországon jelentős centralizáció van. Egy sor korábbi önkormányzati feladatot a magyar állam lát el. Azok számára, mint jó magam is, akik már a rendszerváltozás időszakában is a közigazgatásban dolgoztunk, és alig egy hét múlva én már azt mondhatom, hogy ennek több mint 35 éve, egy jól látható, teljesen új alapokra helyezett törvény biztosította a helyi közösségek és az önkormányzáshoz való jogot. Ez a rendszerváltás után jóváhagyott 1990. évi 65-ös törvényben fogalmazódott meg. A helyi közszolgáltatások körében 27 feladatot és hatáskört szabott meg számunkra, természetesen az eltérő nagyságú települések számára más és más formában. A települési önkormányzat maga határozta meg a lakosság igénye és a rendelkezésre álló források figyelembevételével, hogy milyen feladatokat és milyen módon lát el. A 90 évi 65-ös törvény 8 paragrafus 4 bekezdése összesen 9 kötelező önkormányzati feladatot szabott meg számunkra. Az elmúlt idestova 24 esztendőben az egyes kormányok eltérő módon értelmezték az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó finanszírozást. Az 1990-től 94-ig terjedő időszak volt az az idilli időszak az önkormányzatok számára, amikor érvényesült az önkormányzati törvényben megfogalmazott alapvető tézis, vagyis feladatot önkormányzat csak úgy kaphatott, hogyha ahhoz a finanszírozás is biztosított volt. Miután ezt az egyes kormányok aztán elmulasztották érvényesíteni, ezért alakulhatott ki az a helyzet, hogy míg az önkormányzatok eladósodottsági szintje 2002-ben 191,5 milliárdos volt, 2011 első fél évében ez a szám már 1246 milliárd forintot tett ki. Ez egyértelmű bizonyíték annak, hogy a helyi önkormányzatok működési és fejlesztési feladatainak ellátásához folyamatosan csökkenő állami finanszírozás társult. Azt gondolom, államtitkár úr említette, hogy mintegy 1000 milliárd forintos nagyságrendű forrás kivonásnak lehettünk a tanúi 2002 és 2010 között, ami azt gondolom egyértelműen hátrányos a helyzetet hatott
az önkormányzatok gazdálkodására. Természetesen nem vitatom, hogy az önkormányzatok a saját bevételeiket is számításba kell, hogy az egyes éves költségvetések elfogadásánál figyelembe vegyék, viszont az egyre nehezedő gazdasági körülmények között irreális cél az, hogy folyamatosan növekvő helyi bevételeket vegyenek figyelembe a költségvetés megalkotásakor Magyarország települései. Visszatérve az új feladat finanszírozási rendszerre, amit a 2011. évi 189-es törvény 117-118-as paragrafusa vezetett be. Az új önkormányzati törvény a korábbinál sokkal differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. 2013. január 1-ét követően egyértelmű célként fogalmazza meg az önkormányzati törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, hogy működési hiányt nem keletkeztethet az önkormányzat. Megtörtént a feladatok állami átvállalása, ez természetesen időben jól elkülönült egymástól. Az egészségügyi struktúraváltás 2012. július 1-ével zárult le, de a kórházzal, illetve szakrendelővel rendelkező önkormányzatoktól a feladatokat az állam már 2012. május 1-én átvette. Jó magam Pásztóváros polgármestereként igen nehezen értem meg, amikor egy 3,5 milliárdos vagyont, gyakorlatilag az állam egy 165 ágyas kórházat és szakrendelőt ingyen, úgymond államivá tett, és ráadásul még egy ilyen 130 millió forintos készpénz vagyon is az állami feladatellátáshoz került át. Ugyanakkor a korábbi években több alkalommal is elmondtuk, hogy az önkormányzatoknál maradó háziorvosi ügyeleti ellátás a mai napig nagyon komoly pénzügyi problémákat vet fel sok-sok önkormányzat számára. Nyilván nem egy budapesti körzet tekintetében, ahol sok tízezer embernél akar mondjuk még pozitív szaldót is eredményezhet ez. A tűzvédelmi feladatoknak az államivá tétele 2012. január 1-ével történt meg, 2012. március 31-ével a katasztrófa védelem rendszerét teljesen átalakították. A közoktatási feladat ellátásnak az államhoz történő átvétele 2013. január 1-ével fejeződött be, és a feladatot a Klebelsberg intézményfenntartó központ kapta meg, amelyik úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban bizonyította, hogy nem mindenkor volt a helyzet magaslatán. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati feladatellátásból állami feladattal tételét az alapfokú oktatásnak teljesen elhibázott lépésnek tartom. Gyakorló polgármesterként mondom ezt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó törvényben meghatározott feladatok működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés 2013. január 1-től, tehát feladatalapú finanszírozás keretében biztosítja. A szabályozás, mint ahogy korábban már említettem, egyértelművé teszi, hogy a helyi önkormányzat a támogatást kizárólag a kötelezően ellátandó feladatoknak a finanszírozására fordítatja, nem keletkeztethet működési hiányt. Szintén kiemelt célként határozza meg éppen ezért az új önkormányzati törvény az önkormányzatok esetében a takarékos gazdálkodást. A belügyminisztérium korábbi államtitkára, Tálai András úr egy 2013-ban tartott konferencián kijelentette, hogy éppen ezért a rendszerből teljesen egészében ki kell vezetni azokat a kiegészítő támogatásokat, korábban közkedvelt nevén önéki, ma önkormányzati fejezeti tartalékként kezelt támogatásokat, amelyek segítséget jutottak az önkormányzatok számára. Az államtitkár úr által fémjelzett kijelentés az önkormányzati törvényben foglalt célkitűzések csak abban az esetben biztosítható, hogy ha a mindenkori kormányok olyan állami költségvetési törvényt terjesztenek be az országgyűlés számára, amely minden tekintetben finanszírozza az önkormányzati feladatellátást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Napjainkban kijelentetjük, hogy a feladatfinanszírozási rendszer az önkormányzati feladat és hatásköröknek mintegy 70%-ára terjed ki. A rendszer próbája megtörtént, és manapság megalapíthatjuk, hogy a 2013. január 1-én még összehasonlító adat és hatástanulmány hiányában nem tesztelhető feladatfinanszírozási rendszer jól vizsgázott. Amint ezt a korábbi előadásokban már hallhattuk, már nem a mai, hanem a korábbi költségvetést érintő előadásokban,
A 2014-es törvényben a rendszernek a finom hangolása történik meg. Polgármesterként azonban elengedhetetlennek tartom, hogy az önkormányzati feladatellátás minden területére terjedjen ki a feladatfinanszírozás. Nagyon komoly hiányosságokat mutat itt a kultúra és a közművelődés területén, hogy a feladatfinanszírozási rendszer ezt a területet még nem öleli fel. Amint arról a korábbiakban már szóltam, az önhiki rendszerének a megszüntetését jelezték kormányzati szereplők. Erre szerencsére a tervekkel ellentétben nem került sor, hiszen ma is teljesen eltérő jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek az egyes önkormányzatok, és különösen a kis települések önhiki támogatási rendszer nélkül azt gondolom, hogy nemigen tudnak ellátni a feladataikat. Hála Istennek 2010-et követően nemhogy megszűnt az önhiki önkormányzati fejezeti tartalék támogatási rendszer, hanem folyamatosan növekvő nagyságrendet mutat. 2010-ben 1396 önkormányzat 10 milliárd 728,3 millió forint támogatásban részesült. 2011-ben már 1666 önkormányzat 34,1 milliárd forint támogatásban részesült. 2012-ben 1765 önkormányzat 39,1 milliárd forint támogatásban részesült. 2013-ban pedig 1913 önkormányzat 33,9 milliárd forint önkormányzati fejezeti tartalék támogatásban részesült. És ahogy a korábbiakban már hallattuk, 2013-ban rendelkezésre állt még a költségvetésben egy 20 milliárd forint nagyságrendű szerkezet átalakítási támogatás, forrás, amely alapvetően a gyermekétkeztetést, a szociális és gyermekvédelmi feladatoknak az ellátása, illetve az oktatási feladatellátást is érintette. Erre különösen szükség volt, hiszen bár az oktatási feladatok az államhoz kerültek át, és a Klebelsberg intézményfenntartó központnak kellett volna a finanszírozást biztosítania, de hogy mennyire nem így van ez, csak Pásztó vonatkozásában nekünk éves szinten 145,5 millió forint nagyságrendű támogatást kell biztosítanunk az oktatási intézmények számára, plusz elvonják a gépjárműadó 60%-at, ami közel 40 millió forint, és a gyermekétkeztetés, amely ugye az óvodától a középfokú oktatási intézményig mindenre kiterjed, még plusz 30 millió forint nagyságrendű kiadást eredményez számunkra. 2014-ben, tehát ebben az esztendőben az önkormányzati fejezeti tartalék 38,6 milliárd forint támogatást biztosít az önkormányzatok számára. A 20 milliárd forint nagyságrendű szerkezet átalakítási tartalék pedig beépült a 2014-es költségvetés alapfinanszírozásába. Sok tapasztalt polgármester kételkedett abban, hogy a kormány beváltja a kormányprogramban tett ígéretét, magyarán azt, hogy teljesen végigviszi a magyar önkormányzatok tekintetében a hitelkonszolidációt. A mai nappal kijelentetjük, hogy a kormány tartotta az ígéretét, de mint azt a korábbiakban is hallottuk, erre teljes mértékben szükség volt, hiszen a 2002 és 2010 között elvont mintegy 1000 milliárd forint nagyságrendű finanszírozás ezt egyértelműen szükségessé tette. 2011-ben a 19 megyei önkormányzattal kezdődött a hitelkonszolidáció, részükre 189 milliárd forint nagyságrendű hitel átvállalására került sor. Aztán következett az 1735 ezer lélekszám alatti település, összességében 84,8 milliárd forint nagyságrendű forrást vállaltak át, és csak itt jelzem államtitkár úrnak, hogy természetesen ez a 2002-es intézkedés nagyon kedvező hatással volt a kis településekre, viszont a lejárt szállítói tartozások, közüzemi díjak, gyermekétkeztetés és más egyéb feladatokból megmaradó tartozások, azok viszont azt gondolom, hogy igen nehezen érintették őket, és azt gondolom, hogy a 38,6 milliárd forintnak bőven megvan most is a helye. Végül az 5000 lélekszám feletti településeknek ugye először 2013. február 28-ig, majd 2014. február 28-aig vállalta át az állam a hitel szolgálatát. Összességében 2013-ban 271 településnek 614,4 milliárd forint hitelállományát vállaltak át. 2014-ben pedig 281 településnek mintegy 462 milliárd forintos nagyságrendű hitelállományát.
A korábbiakban említettem, hogy 2011 első fél évében 1246 milliárd forintnyi önkormányzati hitelállomány volt. A kormányzati intézkedések összességében 2014. február 28-áig 1368,9 milliárd forint hitelállományt vállaltak az önkormányzatoktól. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen történelmi jelentőségű tett volt, rendkívül komolyan és pozitívan érintette az önkormányzati gazdálkodást ez a rendszer. Mint ahogy korábbiakban említette államtitkáról, lehetne itt arról beszélni, hogy ez a teljes hitelállomány átvallás az önkormányzatok tekintetében mennyire volt igazságos, mennyire volt kevésbé igazságos. Hát azt gondolom, hogy ezen el lehetne polemizálni, azt mindenképpen meg lehet állapítani, hogy a kevésbé felelősen gazdálkodó önkormányzatok mindenképpen jól jártak. Nem akarok példákat mondani, én csak Pásztót említem. Mi egy 10.000 lélekszám alatti település vagyunk, és összességében 455,7 millió forint nagyságrendű tartozást vállalt az állam. Nálunk ugyanis alapvető kérdés a felelős gazdálkodás, és bár 10 milliárd forint nagyságrendű fejlesztést hajtottunk végre, mégis mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatfinanszírozási rendszere a 2013-as évhez képest 70 milliárd 335 millió forint nagyságrendű többlet támogatást feltételez. Amint azt a korábbiakban jeleztem, a 2013-as költségvetésben meglévő 20 milliárd forintos szerkezetátalakítási tartalék is beépítésre került az alapfinanszírozásban. Az egyik legjelentősebb növekmény az önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozásánál tapasztalható, ez egy 30,4 milliárd forintos nagyságrendet tesz ki. Itt egyértelműen az óvodai feladatellátásnál a közalkalmazottaknak a bértámogatását feltételezi ez az összeg. De a gyermekétkeztetésnél is nagyon korrekt döntés született az elmúlt évhez képest, 8,3 milliárd forinttal növekedett az önkormányzatok számára gyermekétkeztetésre biztosított állami támogatás. Az általános és feladatok és a beszámítás tekintetében 13 milliárd 735 millió forint nagyságrendű összeget láthatunk. Történt bizonyos korrekció a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók bértámogatását illetően is, ez január 1-ére visszamenőleg 5-10%-os nagyságrendet feltételez. Azt gondolom, hogy aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli alapon, ez is valami. De a kormányzatnak a figyelmét, és különösen az Emberi Erőforrások Minisztériumának a figyelmét mindenképpen szeretném felhívni arra és ráirányítani, hogy nem csak az egészségügyi ellátórendszerben, nem csak az oktatási rendszerben dolgoznak, kérem szépen, közalkalmazottak, a szociális és gyermekvédelmi terület legalább ennyire kiemelt terület is megérdemelné a kormányzatnak sokkal komolyabb figyelmét. Feltétlenül fontosnak tartom azt, hogy a feladatfinanszírozás rendszerébe kerüljön be a kultúra és a közművelődés. Ez az idei költségvetésben gyakorlatilag alig kapott valamilyen figyelmet, mindösszesen 300 millió forinttal növekedett a támogatás ezen a területen. A központosított előirányzatok 36,6 milliárd forinttal növekedtek. Itt találkozhatunk azzal, hogy jó néhány száz olyan település volt, aki mindenkinél felelősebben gazdálkodott, és éppen ezért hitelkonszolidációban nem jelentkezett, nem tartotta a markát. Az idén először ezek a települések 12,5 milliárd forint nagyságrendű fejlesztési forrást kapnak, és az elkövetkezendő 4 éves ciklusban ez mintegy 50 milliárd forint nagyságrendet fog majd kitenni. Ez azt gondolom szintén pozitív irányú változás. Kedves polgármester, hölgyek és urak! Azt gondolom, hogy a sok-sok pozitív irányú változáson túl mindenképpen ki kell térni néhány olyan területre, ami az önkormányzatoknak a gazdálkodását és a lakossági közszolgáltatásoknak a helyzetét negatívan érinti. Én magam egyértelműen támogatom azt a kormányzati lépést, hogy a lakossági rezsidíj csökkentés az minél szélesebb körben terjedjen ki. Hozzáteszem, hogy vissza kellene nézni a kormányzati ígéreteket, a választási kampányban tett ígéreteket ezen a területen. A szolgáltatók terhére mindenképpen, kérem szépen, el kellene számolni, hogy minden egyes közszolgáltató esetében
akar gázórat, akar villanyórat, akar vízórat cserél. Ez a választási kampányban ígéret volt, még nem teljesült. Ez az ígéret beváltásra kerülhessen. Viszont úgy gondolom, hogy az önkormányzati közszolgáltató cégek jó néhány helyen, jó néhány településen nagyon nehéz helyzetbe kerültek, különösen a lakosság és közületi hulladékszállítás tekintetében. A kormány, kérem szépen, a hulladéklerakási járulékból befolyt összeget, több mint 12 milliárd forintot pályázati úton meghirdetett, viszont a magyar kormány három olvasatban tárgyalva ezt a kérdést, nem hozott döntést, és 18 milliárd forint nagyságrendű pályázati pénz elosztását kérik az önkormányzatok. Tudjuk, hogy a hulladékszállítást állami monopóliummal kívánja tenni a kormány, legalábbis ezek a hírek hallhatók. Ez viszont úgy gondolom semmiképpen nem feltételezi azt, hogy a kormányzatnak az önkormányzatokat mindenképpen meg kellene menteni a közszolgáltató cégeik bedőlésétől. A Vidékfejlesztési Minisztérium megtette a szükséges lépéseket, a kormány viszont nem döntött. Miután az én időm lejárt, ezért csak nagyon röviden teszek említést arról, hogy a közfoglalkoztatás, és talán most jó lenne, hogyha Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr is itt lenne, de Pogácsás Tibor államtitkár úr közvetíteni fogja neki ezt a kérést, hogyha a közfoglalkoztatás legalább arra szintre venne vissza, mint a téli közfoglalkoztatás idejébe, amikor több mint 200 ezer ember tanulhatott, illetve dolgozhatott. Most ez a szám egy ilyen 160 ezer fős nagyságrendet képvisel. Kérjük tehát a belügyminisztériumtól a foglalkoztatási lehetőségeknek a bővítését. Nagyon sok kis településen, ahonnan az aktív munkaerőpiacra nem kerülhetnek vissza dolgozni emberek, ez az egyetlen kiút. Megállapíthatjuk tehát, hogy az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer sok pozitív változást hozott, én viszont középiskolás koromban jól az eszembe véstem Váci Mihálynak a Még nem elég című versét. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell, nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Hát kedves polgármester kollégáim, milyen kormányzatok nem sejteni, hanem pontosan ismerni kívánjuk a finanszírozási lehetőségeket. Ezért én arra kérem a mindenkori kormányt, hogy, és különösen a jelenlegit, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, a Települési Önkormányzatok Szövetségét, a Falu Szövetséget és minden más önkormányzatokat képviselő szövetséget vonjon be az egyeztetésbe, mert a munkája sokkal hitelesebb lesz. További jó munkát, szép napot, jó Isten áldását kívánom mindenkinek! Köszönöm, polgármester úr! A tapsból is látszott, hogy egy nagyon jó összefoglalót kaptunk a mostani helyzetről, és egy korrekt tájékoztatót. Bízom benne valóban, hogy partnerként kezel a kormányzat minket, és szövetségekkel tudunk ezekben a kérdésekben a következő időszakban előrépni. Szerintem államtitkár úr is biztos vagyok benne, hogy ezen szándékát meg fogja, ezen javaslatát, ezen véleményét is meg fogja tartani. Hölgyeim és uraim, a mai délelőttünk utolsó és nagyon szép aktusa következik. A polgármesteri ezüstlánc díjak átadása. Ez a legrangosabb polgármesteri kitüntetés, amit alapítottunk a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nevében, és már nagyon sokan kapták meg, többen is itt vannak azok közül, akik ezt korábban megkapták. Most is szeretnénk egy határon túli és egy magyar anyaországi és egy anyaországi polgármesternek átadni ezt a kitüntetést. Dr. Prozlik László, Gádoros nagyközség polgármestere. 1998 óta vezeti a Takaros délbékési települést, amit szép parkok és Makovec Imre által tervezett épületek ékesítenek. Az itt élő embereknek a komfortérzete nem csak abban nyilvánul meg, hogy egy ápolt és kezelt parkokban és környezetben éljenek, mert azért a környezet azért nevel, ezt megtapasztaltuk. Elsődleges itt a gyermekeknek a megtartása. A 262 tanulót befogadó iskola megléte nagyon fontos a lakosság megtartása érdekében. Nagyon fontosnak tartja polgármester úr, hogy a helyben lakók helyben találják meg az oktatás lehetőségét, a nevelés-oktatás szinterét, ezért mindent megtett az elmúlt években, hiszen olyan
fejlesztéseket, olyan pedagógiai fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyben ő mindig partner volt. Az önkormányzat is, képviselőtestület is partner volt ezekben a fejlesztésekben, akár a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról, akár a tehetséggondozásról, akár a művészeti nevelésről volt szó, vagy sportfoglalkozásokról. Az egyházi iskola mellett felújított fogorvosi rendelő, tájház, vagy nemrég átadott vendégház is található a településen. Az önkormányzat új munkalehetőségeket is kínál az itt lakóknak. Próbálunk segíteni azokon az embereken, akik akár munkanélküliek, akár munkahelyet keresnek, mert a hátrányos térségben élünk, és a Start munkaprogram keretében tavalyi évben és idei évben is 65, illetve 75 embert foglalkoztatunk. Ezzel próbáljuk a saját magunk önfenntartását is elősegíteni, és a megtermelt termékeket a gyermekétkeztetésben próbáljuk hasznosítani. Újdonságként szerepel talán itt a településeken, a településünkön a Start munkaprogram keretén belül a gyógynövénytermesztés. Négy fajta gyógynövényt termesztünk, ez egy kézi munkaigényt igényel nagy mértékben, és ezért is próbáltuk, hogy ha valaki kedvet kap, akkor kisebb területen ezt háztáji gazdaságban, a kiskertjében is tudja folytatni. A polgármester kistérségi társulási alelnökként is fontosnak tartja a területen élő idősekkel való foglalkozást, melynek része egy gondozási központ működtetése, ahol a fejlesztések között a napenergia hasznosítás is megvalósult. A községben a gondozási központ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást nyújtja, mivel a településen az időseknek az aránya 1/3, így nagyon fontos az intézménynek a működtetése és a fejlődése. A polgármester úr szociális érzékenysége és empátia készsége nagyban segít abban, hogy ez az intézmény megfelelő módon működjön és fejlődjön. Újításra való nyitottsága, megújulásra való készsége példaértékű. Jelenleg is van az intézménynek egy sikeres pályázata, amit neki köszönhetünk többek között. Ezáltal itt lévő időseknek egy szebb és jobb körülményt tudunk nyújtani a pályázatnak a megvalósítása kapcsán. A jelenleg folyó fejlesztések között a legfontosabb az új ravatalozó építése a temetőben, ahová rendszeres külön buszjárat is rendelkezésre áll az időseknek. A következő fejlesztési irányokat tekintve elsősorban energetikai fejlesztésben gondolkodunk és próbálunk megvalósítani, kihasználva azt a lehetőséget, amit most ez a kormányzat kitűzött célként, tehát az alternatív energiáknak a hasznosítását. Folyamatban van egy pályázatunk, amit most adtunk be, ez az intézményeknek a napelemes korszerűsítés, illetve energetikai ellátását szolgálja. A korszerűsítések között kiemelt helyen szerepelt a települési csatorna és szennyvíztisztító beruházás. Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházása a szennyvízberuházás megvalósítása volt, amelyben polgármester úrnak kiemelkedő szerepe van és volt. Jelen pillanatban a legutolsó befejező fázisban utómunkálatok zajlanak már a beruházáson. Több mint 2 milliárd forinttal valósult meg ez a beruházás, 28 kilométer fővezeték, és mint ahogy itt is a képen látjuk, a szennyvíztisztító telep valósult meg. A település nem csak a Szobátai pihenőházába várja a vendégeket, ezzel is erősítve a nemzet közösségét, de Gádoroson a Kárpát-medencei gasztronómiai fesztivál is sok határon túli érdeklődőt vonz a településre. A rendszerváltozás után itt egy kis közösség alakult, amely közösség tett valamit a közasztalára. Például a faluzászlót, a falucímernek a megalkotását, és hát egy élhetőbb települést gondoltunk el. Ehhez egy felszabadultabb kikapcsolódási, kultúrát kikapcsolódási hely is kell, és ez például a falunapnak a megrendezése, és a disznótoros rendezvényeinknek a megrendezése, mert a Kárpát-medencei gasztronómiai és kulturális találkozó is egyben. Már az összes határon túli területről csapatok jelentkeznek és vannak itt ezeken a rendezvényeken. Dr. Prozlik László szociális, ugyanakkor vállalkozásbarát gondolkodásával más hátrányos helyzetű területek számára is példaértékű eredményeket ér el.
és kollégák! Akkor késő délután egy telefonértesítést kaptam, hogy kiküldtetésbe részesítenek. Két érzelmi gondolat kavartott bennem. Egyik az, hogy meglepődtem, másik az, hogy jó esett. Meglepődtem, mert 1998-ban egy civil összefogás eredményeként a településen egy, hát akkor kezdődött a rendszerváltozás. Tehát 1998-ban kezdődött a rendszerváltozás, Gádorosom, és egy civil összefogás eredményeként egy nagyon lelkes kis csapat próbált tenni a közérdekében. Próbáltunk tenni azért, hogy egy élhetőbb, otthonosabb település legyen. És tettük a dolgunkat, és a közt szolgáltuk. Mi szolgálatnak tekintjük és tekintettük ezt a tevékenységet, és ezért is lepődtünk meg, mert a mindennapok örlő malmában dolgoztunk és dolgozunk, és öröm volt az, hogy ezt nem csak belülről, hanem kívülről is észrevették és megtapasztalták. És jól esett azért, mert nem csak a kitüntetettek, hanem minden település polgármesterének ez egy olyan elismerés, hogy érdemes dolgozni, kell a közének dolgozni, ahova a Teremtő tette. Én nagyon szépen köszönöm a kitüntetést a kis csapat nevében, mert egy fecske nem csinál nyarat. Jó kis csapatmunkával viszont nagyköveket is meg lehet mozgatni. Még egyszer köszönöm a csapat nevében. És akkor nézzük meg, ki lesz a határon túli polgármester kollégánk. Ember Balázs a kárpátaljai Kisdobrony polgármestere. 1985 óta vezeti a 2000 lakosú magyar községet és az ukránok lakta Dimicsőt, ahol 400 fő él. Ukrajna függetlenné válása után 1991-től megkezdte a települések komfortjának megteremtését, amit sikerült is a mostoha körülmények ellenére megvalósítani. A község területén minden olyan intézmény megvan, amely biztosítja a község lakosainak a nyugodt életét. Van iskolánk, van óvodánk, van gyermekművészeti iskolánk, van családorvosi rendelünk, ahol 4 orvos fogadja betegeket és 5 nővér. Üzleteink, 12 vegyesboltunk van, 4 kávézónk van itt Kisdobrony területén, plusz Dimicső társközségnél szintén van 3 üzlet, klubunk van, könyvtárunk van, alapjába véve minden szükséges intézményünk megvan a község területén. És ez vonzó is, és a lakosságot itt hol tartja. Legnagyobb eredménynek a gáz- és telefonhálózat kiépítése után az iskola megépítését tartják a térségben élők. Az iskola megléte neki köszönhető, hiszen 2006-ban a legnagyobb érdeme neki volt abban, hogy elindulhatott, elkezdődhetett ennek az iskolának a felépítése. A település 2008 óta magyar nyelvű középiskolával is büszkélkedhet. Elsősorban a magyarság megtartásunknál az iskola játssza a főszerepet. Középiskolánk magas szinten képzi a gyerekeket, rendszeresen felvételiznek egyetemekre, főiskolákra, és mindez a magyarság tudatukat fejleszti bennük. Ennek örülök, a községünk színmagyar község, és szeretnénk is azt, hogy ne felejtenék el magyarságukat. Szeretném azt, hogy olyan fiatalok fejlődjenek, olyan fiatalok növekedjenek fel, akik bíznak erejükben, magyarságukban. A magyarság megtartásában a történelem során mindig nagy szerepet kaptak művészeink, akik képzésére is nagy gondot fordítanak a településen. 150 magyar gyerek tanul, Kárpátán élő magyar községből tanuló gyerekek tanulnak a Kisdobrony Művészeti Iskolában. Minden szakon helyben tanulhatnak rajz, festészet, képzőművészet, hegedű, tangóharmonika, zongora, fús hangszerek. Ő adott ennek lehetőséget, helyet. A tervek között egy igazi kulturális központ is szerepel.
A régi általános iskolát egy két emeletes épület szeretnénk átalakítani, az egész kulturális központot oda átvinni. Művészeti iskola lenne, ott lenne a könyvtárunk, ott lenne a klubunk, teljes komplexum, egy nagy udvarral, szabadtéri színpadot szeretnénk oda tenni, és a további rendezvényeket ott bonyolítani le. A fontos kérdés még, amit tervünkben van, elkészültek a tervdokumentációk, az óvodának a teljes rekonstrukciója, hozzáépítéssel, tetőcserével, nyílászárók cseréjével és bővítéssel. A település messze földön híres Paprika Fesztiválja, az önkormányzat és a vállalkozói szféra remek együttműködését mutatja. Ez a dobronyi édes fűszerpaprika, amely Ukrajnában egyedülálló, amely csak ezen a Kárpátaljának ezen a vidékén termeszthető, a földrajzi adottságoknak megfelelően, és a Paprika Fesztiválon keresztül a paprika támogatja a város kulturális tevékenységét és munkahelyeket biztosít az embereknek. A tervezett napenergia telep is a község bevételeit gyarapítja majd, így segítve az itt élők helybeni boldogulását. Hosszú évek során mindig segítőkész embernek ismertem meg, törődik a község lakosainak problémáival. Régebben még három község is tartozott a Kisdobronyi polgármesteri hivatalhoz, ma már csak kettő, de ugyanúgy minden falu közösségeinek szívén viselte az ügyes-bajos dolgait. Ember Balázs munkája példaértékű a magyarság megtartása területén. Tisztelt elnök úr, polgármester úr, tisztelt vendégek, tisztelt kollégák! Én először is szeretnék köszönetet mondani dr. Gémesi Györgynek, illetve a találkozó, a világtalálkozó szervezőinek, mivel hogy 9. alkalommal élvezem a szervezőknek a vendégszeretetét, találkozok anyaországi, illetve külhoni polgármesterekkel. Jókat beszélgettünk, tapasztalatot cserélünk. Ezek után a beszélgetések után levonhattam egy olyan következtetést, hogy Kárpátalján, Ukrajnában azért az önkormányzatok messze nem olyan körülmények között dolgoznak, mint az anyaországban vagy más uniós országban. Az előbb hallottam, hogy önkormányzatok néha 70%-os finanszírozással vannak, mi örülünk, ha 50 is van. Fejlesztésre annál kevesebb. Ilyen körülmények között, ha kis eredményt is érünk el, ha valamit tudunk fejleszteni, ez számunkra nagy öröm. Illetve van lehetőségünk, csak hát nem akkora lehetőségünk van pályázatokra. És ez alapján, ha mégis csak tudunk tenni valamit a közösségünkért, magyarságunkért, az nagy öröm. Számomra az is nagy öröm, amikor mindezt a munkát a kollégák értékelik. Én köszönetet szeretnék mondani azon kárpátaljai kollégáknak, akik a kuratórium elé felterjesztettek erre a díjra. És természetesen azért, mert a kollégáknak az elismerése az én számomra nagyon jó. És gondolom, úgy van vele más is. Köszönetet szeretnék mondani a kuratórium vezetőinek, illetve a tagjainak, hogy végeredményben szerény munkámat így értékelték. Én gondolom, hogy ez mindenki számára, minden polgármester kolléga számára, minden elismerés egy plusz motiváció számomra. Korom ellenére ez az lesz. Köszönöm, hogy itt lehettem.